Nem működik a YouTube csatorna. Nem működik a YouTube csatorna. Nem. Működik. Nem működik. Most. Igen, most ott vagy, most én látlak a YouTube-on. Jó, jó estét kívánok mindenkinek. Nem működik. Szeretettel köszöntök mindenkit. A ma esti az első Hangouts videokonferenciánk. Én Hajnal Gyöngyi vagyok, a PDF alapítványnak az alapítója. Sokan ismerhettek engem már kutyás körökből, kiállításokról, baráti körből, innen-onnan. Tudjátok, hogy kuvaszos vagyok, és nem olyan nagyon régen elkezdtünk csinálni egy kuvasz és ember programot, ahol próbálnánk a kuvasz autentikus eredeti feladatköréből eredő képességei felhasználásával egy emberi fejlesztési programot csinálni. Egyelőre általános és középiskolákban működik, illetve néhány akárki számára nyitott nagy rendezvényen dolgoztunk ezzel az alapítvány színeiben, de egy teljes marketing stratégiát terveztünk. A Földművelésügyi Minisztérium génmegőrzési programjának a részére, és ennek keretében több stratégiai pont állt elő. Az egyik egy konferencia meghirdetése, ami jövő május 12-én és 13-án, ez egy szombati és vasárnapi napon lesz, és pásztorkutyás jelleggel összfajtás rendezvényt terveztünk volna, ami egyszerre nyit lehetőséget a tudományos szintű elmélyülésre, a tapasztalatcserére és az új kapcsolatok megkötésére is. És erre a konferenciára számos előadót hívtunk meg, javarészt kutyás barátaink javaslatai alapján, és ebből Barta Laci az egyik, aki megtisztelt bennünket azzal, hogy el is fogadta a meghívásunkat, és ő az első, akivel megkezdjük azt a Hangouts videokonferencia sorozatot, ami felvezeti ezt a konferenciát. Terveink szerint havonta, másfél havonta fogunk jelentkezni egy-egy ilyen alkalommal, és egy-egy nagyon érdekes témával. Reméljük, hogy meg fogjátok szeretni ezt a technológiát, amit eddig kutyás körökben még nem igen alkalmaztunk, de bízom benne, hogy nagy sikere lesz más felületeken, ez már így van, és mi is megérdemeljük. Tehetetek föl kérdéseket Lacinak a mai videokonferenciát megelőzően, amelyet ő meg is kapott, és válaszolni is fog rájuk. Három kérdés érkezett. Sajnos Lacinak a kamerája bemondta az unalmast, úgyhogy most csak a profilképét láthatjuk, de velem, illetve Gyulai Csaba Zsoltal, akit köszöntök, és szintén csatlakozott hozzánk, ő is az egyik kérdezőnk, ő vele érjétek majd be ilyen mozgókép szinten, Laci pedig hangban itt van velünk, és át is adom neki a szót. Köszönöm. Szervusz, Laci! Szervusztok! Na hát az első kérdést a háromból, ahogy én választottam sorrendben, a Gyulai Csabáé, valahogy úgy szól, hogy az őrzővédő pásztorkutyák képzésének, használatának igényét mi kelti fel napjainkban, mitől időszerű ez a téma éppen most? Az a helyzet, hogy én nem tudok jól elválaszolni erre a kérdésre, mert nem nagyon ismerem én a kutya médiát. Tehát az, hogy mi folyik ma a médiában, a kutyák a kapcsolatban, az, hogy kutyás közösségekben mi most a divat, mi a trend, mi lesz időszerű, és mi nem. Én ezt nem tudom követni, illetve nem tudom, mert eléggé elszigetelten élek itt Erdélyben, Csíkszeredában. Tehát nem tudom, hogyha ez az igény így most föl van kelve, és ez, hogy ez mennyire időszerű. Egy dolgot tudok, ami konkrétum az, hogy van ez a génmegőrzési program, hogy ebbe az állam be akar szállni, vagy már beszállt a magyar fajták érdekében, hogy vannak már megbízások, bizonyos alapítványok, illetve nem tudom milyen jellegű társaságok felé. Tehát, hogy valamit talán ebből én is érzem, hogy valami zajlik, valami van, de ez számomra csak információ így messziről. Nem tudom, hogy ez most időszerűbb-e, mint korábban. Nekem ez 20 éve időszerű, és él ez az igény bennem. Miután már 20 éve kutyáztam, 20 év után kezdtem el pásztorkutyázni, és abban is eltelt már 20 évem. Úgyhogy
Én csak magamból tudok indulni, nekem ez mindig időszerű volt, és azt látom egyetlen forrásból, hogy az állam felől a magyar fajták, a magyar pásztorkutya fajták fele valamiféle tenni akarás nyilvánult most már meg, hogy ez pont most van talán azért, mert most vették észre, hogy most már nagyon nagy a baj, és a katasztrofális a helyzet. Én ezt már régóta mondom, hogy ez a mostani rendszer, a mostani tenyésztési koncepció, a mostani tenyésztési intézményi rendszer, ami működik évtizedek óta, az szükségszerűen hozza a leromlást, és hogy ezt így nem lehet tovább csinálni, illetve hogyha csináljuk, akkor egyre rosszabb lesz a helyzet. Nem tudom, én ezt már rég mondom, nem gondolom, hogy az én hangjaim jutottak el odáig, valószínűleg az emberek is ezt érzik, ezt a minőségromlást, ezt az elfogyását a magyar fajtáknak, illetve visszaszorulását, masszív visszaszorulását az egyéb pásztorkutya fajtákkal szemben, és most már valószínűleg annyira kritikus a helyzet, hogy ezt már többen érzik, többen úgy érzik, hogy muszáj most már valamit tenni, és talán csak ezért ezt tudom mondani, talán ezért lett most időszerű, mert most már nagyon éget a helyzet, nagyon égető, nagyon nagy a gond, nagyon nagy a leromlás, és ennek ezt most már nagyon érzik az emberek, tehát most már nem lehet szőnyeg alá seperni ezt a helyzetet. Úgyhogy én ezt tudom erre csak válaszolni, nekem már régóta időszerű, de úgy tűnik, hogy most másoknak is időszerű lett, és elkezdődik valami, remélhetőleg elkezdődik valami, ami szerintem csak akkor tud valami lenni, ahol teljesen új alapokra lesz helyezve. Tehát a régi alapokon, a régi alapokat, a régi koncepciót toldozva-foldozva ez nem fog menni, ebben teljesen biztos vagyok, ha valaki erre kíváncsi. Tehát ez teljesen új alapokra kell, egészen a fajta fogalomtól, a tenyésztő fogalomtól, a genetikai terminus technikusainktól kezdve, a mit jelent a pásztorkutyai alapvető kérdésektől kell teljesen új alapokra helyezni ezt a kérdést, és talán akkor valamit tudunk változtatni, illetve meg tudjuk állítani a lejtmenetet. A régi rendszert szerintem teljesen értelmetlen toldozni-foldozni. Úgyhogy ez a válaszom a harmadik kérdésre. A második kérdés a Tüske Péter tette föl, valahogy úgy szó, hogy egy fajta homogén falka, vagy egy többfajtás falka sikeresebb egy esztenás környezetben. Ez a kérdés azért is jó, mert egyből mutatja azt, hogy milyen erős ez a egyféle, hogy is mondjam, kritikátlan, átgondolatlan fajta fogalom használat a kutyások, ma a legjobb szándékú kutyásokban is akár, mert egyből így kezd, hogy fajta homogén falka, vagy többfajtás falka, és ezt a kérdést így nem is lehet megválaszolni, teljesen át kell fogalmazni ahhoz, hogy egy terep, hogy mondjam, egy reális, egy valós terepviszonyok között zajló életből ezt meg lehessen válaszolni, ahhoz át kell fogalmazni. Mert ha valaki eljön ide hozzánk, ahol nagy ragadozós környezetben, szabad legeltetésben őriznek a kutyák juhokat, akkor azt látja, hogy itt nem sokat törődnek egyrészt az emberek a fajtával. Ha törődik is vele a pásztor, nem úgy törődik, ahogy azt egy városi gondolná. És ezek a kutyák itt többnyire keverékek, olyan vagy olyanok, hogy nem is lehet tudni, hogy minek a keveréke, egyszerűen azt mondják rá, hogy Csobán kutya itt nálunk. Átvettük a románoktól, és talán a románok meg átvették a törököktől, hogy Csobán a kutya, tehát a pásztor kutyárjuk azt mondják a románok, hogy Csobán kutya, és ezt a székelyek átvették így, tehát a falvakban, a pásztorok, a hegyekben általában, ha erről a típusú kutyáról beszélnek, akkor Csobán kutyáról beszélnek, nem juhász kutyáról, és nem pásztor kutyáról. Tehát az itteni Csobán kutyák azok többnyire azonosíthatatlanok, mint keverék is akár. Tehát nem lehet azt mondani, hogy kaukázusi és közép-ázsiai keverék. Vannak ilyenek is persze, minden van. Tehát van a teljesen beazonosíthatatlan kutyától, mint fajtailag beazonosíthatatlan kutyától, van akár fajta tiszta is idézőjelben, tehát van egy spektrum. És olyan, ami viszont elgondolkodható és érdekes, hogy én nem tudok olyan falkáról, pedig ismerek legalább tuszatnyi falkát, ahol,
úgynevezett fajta homogén, tehát egy fajtája beli kutyák lennének a falkában mind, és csak ők lennének, és azt a munkát jól végeznék el, amit el kell végezzenek. Tehát ilyenről nem tudok. Elképzelhető, hogy van, de az biztos, hogy nem jellemző, mert ha jellemző lenne, akkor tudnék róla. Lehet szabályosító kivételként, lehet ilyesmi, de mondom, egyáltalán nem jellemző, nem tipikus. Csak szabályosító kivétellel. Tehát az itteni állományok vagy kevert kutyák, tehát én is hoztam haza, mikor ide 20 évvel hazaköltöztem Magyarországról Székelyföldre, akkor hoztam Közép-Ázsiának minősített kutyát, azzal fedeztettem pásztorok szukáit, és azokból lettek ilyen elvileg keverékek, amikor egyik oldalról legalább tudtuk, hogy milyen fajtájú az apja, persze ez egy külön történet megint, és akkor azok a kutyák már, azokból azt hiszem még egy él, 8 éves kutya, 8 éves, 9 éves kutyák, talán még egy él abból a falkából, mert hát az tudni kell, hogy a nyájak mellett itt nálunk a kutya egy fogyóeszköz, évente pusztulnak el kutyák, vagy harcban, vagy betegségben, vagy balesetben, tehát ebből a falkából már csak egy él. Tehát ez egy tipikus eset, hogy valamilyen fajta tiszta kutya idehozott kan, fedez itteni szukát, és akkor a kölykeikből párat, vagy akár az egészet megtartják nyáj mellett. Tehát, hogy aztán, hogy több fajtából is raknak össze, olyan is előfordul, van mondjuk kangalja, de van Közép-Ázsiája, de közben mellette vannak ilyen helyi, itteni keverékei, illetve meghatározhatatlan fajtájú kutyái, és ebből van neki egy jó falkája. Tehát mondom ezt, hogy csupán tisztán egy fajtából lennek egy falka, abból állna, és az jó végezni a dolgát, arról nem tudok. Van olyan, hogy több fajta is van, de ott már szinte biztos, hogy van ilyen keverék, meg van ilyen azonosítatlan keverék, amire nem tudjuk még az a szüleik föl, hogy miből lehetnek. És nem ez dönt, egyáltalán nem ez dönt, hogy egy falka minőségét egyáltalán nem az dönti el, hogy hány fajta tiszta kutya van benne, sőt, inkább azt kell mondjam, hogy a keverékek azok sokkal jobbak. Ritka, hogy egy fajta tiszta kutya beváljon. Nagyon ritka, hogy egy fajta tiszta kutya beváljon. Ha be is válik, és itt térek vissza egy megjegyzés elég arra, hogy egy kicsit másképp tekintenek az ittenek a fajta tiszta kutyára. Tehát ha kikerül egy fajta tiszta kutya egy falkába, hogy ott fölnő, akkor érzik, hogy ez egy értékes, esetleg majd el lehet adni, vagy a kölykeit el lehet adni, és azért többet elnéznek neki. Mert a pásztor is átveszi azt a csoport pszichózist, hogy ez egy érték, a fajta tisztaság egy érték, és ő sem tudja magát ettől függetleníteni, és akkor érzi, hogy ez egy értékesebb kutya, akkor többet elnéz neki. És megtartja esetleg olyan esetben is, amikor egy keveréket, vagy egy nem tudom milyen fajtájú kutyát már esetleg azt mondja, hát ezt nem. Vagy a másik, ami megint finomítja a dolgot, hogy jobban odafigyel rá. Tehát itt van egy átlag kutyája, az megsérül, akkor azt nem kezeli. Azt mondja, hát ki kell bírja, kész. Ha van egy fajta tiszta kutyája, hát akkor az már kivi az átol, és meg kár lenne, hogy az elpusztuljon. Tehát többet ad meg neki, többet enged meg neki, és emiatt esetleg be tud válni a kutya. De ha ugyanabban az elbánásban részesülne, tehát nem lenne pozitívan diszkriminálva, akkor lehet, hogy elbukna. Úgyhogy ez egy kicsit úgy, hogy is mondjam, nem, emiatt nem lehet tisztán megítélni a fajta tiszta kutyák beválóságát, vagy kiválóságát a keverékekhez képest, meg az azonosítatlan kutyákhoz képest, mert a gazdák mindig egy kicsit tolják őt, és emiatt egy kicsit jobb képet adnak róla, közvetítenek róla, mint a valóságban. De én, akiket jól ismerek, és éveken át vannak több éves kapcsolataim pásztoremberekkel, azért elmondják nekem meg. Én is csináltam olyat, hogy fedeztettem ilyen kutyával, amelyik nyáj mellett úgymond bevált, fajta tiszta kutya, és neveltem föl almot, de láttam, hogy mik is a gondok. Tehát megjelent a lassúság, megjelent a lustaság, megjelent a falánkság, megjelent az indokolatlan agresszió. Tehát, és amikor erre egy ember visszakérdez, akkor persze a pásztor érzi, hogy te már tudod, és akkor már enged. Hát igen, néha van baj vele. Hát igen, nem mindig délelőtt elmegy a jókkal, de délután már nem megy el a jókkal. Tehát meg hát sokszor verekedés van, sokszor meg kell védjük a többitől, mert arrogáns. Tehát
ezt csak most azért mondom részletesen el, hogy tipikusnak gondolom ezt, hogyha a fajta tiszta kutya kikerül, és egyáltalán meg tud maradni ott, mert sok nem is tud megmaradni, de ha meg tud maradni, úgy tud megmaradni általában, hogy hátszele van a gazdája felől, hátszelet kap, erős hátszelet kap. Tehát, hogyha nagyon-nagyon ilyen egálban, nagyon egyenlősdibe menne a játék, akkor hát nem tudom. Nagyon rosszul áll a fajta tiszta kutyák szénája ilyen szempontból, a pásztor kutyás szempontból. Remélem, hogy tudtam így elég jó válaszolni erre a kérdésre, úgyhogy rá is térek a harmadikra. Elnézést, Laci, még mielőtt ebbe belemélyednél, közben az egyik hallgatónk beküldött nekem egy kérdést üzenetben. Lehet, hogy arra érdemesebb lenne most egy pár szóban válaszolni. Tehát hogy látod, hogy többször nyilatkoztat, hogy egy kutya nem kutya, egy pásztor kutya nem számít. Tehát mi az a kutyamennyiség, amitől kezdve hatékony szerinted egy falka, és nagyjából hogyan maximalizálható? Tehát hol a minimum, hol a maximum ennek? Köszönöm. Hát itt sincs képlet, mint ahogy sehol nincs. A pásztorkutyálásban nem nagyon van képlet. Az emberek szeretik az egyszerű képleteket. Jók is, hogyha alkalmazhatóak, mert tele vagyunk információval, és állandóan válaszokat kell adjunk az életre, de itt sincs képlet. Tehát nagyon függ a kutyák, egyrészt a kutya létszám, tehát a mennyiség, az több tényezőtől is függ. Az első, ami szinte ki is található igazából, ha az ember belegondol, az, hogy a kutyák minősége. Tehát jó minőségű kutyákból kevesebb is elég, mint közepes minőségű kutyából. Ugye ez szerintem teljesen egyértelmű, logikus, tehát már ebből is nem látszik, hogy nem lehet egyszerű képletet adni. A másik, ami nagyon fontos, hogy hol kell őrizzék a jókat. Tehát, hogy mi úgy mondjuk, hogy mennyire vadas a terület. Tehát, hogy mennyi nagy ragadozó van azon a területen, ahol a jók járnak, ahol a jók kijárnak a legelőre, a legelők, itt nálunk a legelőket erdők veszik körbe, sokszor a legelőre kijutni erdei úton, ilyen fakitermelő úton kell kihajtani naponta a jókat, tehát az erdők közel vannak, az erdők mindig ott vannak, és illetve hát mindig erdő közeliek a legelők, és ezekben ugye ott vannak a ragadozók, a medvék, a farkasok, a hiúz, és nagyon függ, és ez változik, ez most több tényezős, hogy miért, de a lényeg most az, hogy változó a vadsűrűség, sőt, nem csak a vadsűrűség változó, hanem a vadnak a vadjelenlét intenzitása, hogy most próbálják ilyen nagyon tudományosan fogalmazni, tehát az, hogy vannak olyan helyek, hogy nagyjából el tudom képzelni, ugyanannyi a medve, de viszont az egyik helyen a medvék rá vannak nagyon állva arra, hogy a jókra rájárjanak. És akkor itt nehezebb megőrizni a jókat, mint ott, ahol nincsenek rákapva. Tehát ez egy annyira összefügg, tehát a pásztorkutyákkal mindig ezt mondom, és mindig meg kell ismételni ilyen mantraként, hogy annyira bonyolult ez a képlet, hogy az ember, amikor elkezd valamit mondani, akkor sokan vádolnak azzal, csapongok témáról, de az a probléma, ez egy szövedék. Tehát ez nem egy fonal, amin végigmegyünk, nem egy fonat, amin végig tudunk menni, hanem ez egy szövedék, és nem tudom meghúzni az egyik szálát csak, mert jön vele az egész. És tehát csak, hogy ez jellemző, hogy nem véletlenül csapongok, hanem azért, mert mindennel összefügg. És hogyha például már csak abból is meg tud változni a helyzet, hadd mondjam ezt el, hogy mondjuk van egy nyáj az egyik hegyoldalba, és a másik nyáj a másik hegyoldalba. És hogyha az egyik nyájnál gyengik a kutyák, és rákezd járni nagyon a medve, mert ugye sikerült jól tejteni, és akkor visszatér, akkor előfordul olyan eset, hogy annyira rákap arra a nyájra, hogy onnan azt a nyájat elhagyják, elterelik a pásztorok, mert nem bírják megőrizni azokkal a kutyákkal. És szezonban nem lehet új kutyákat szerezni. És akkor mi történik? Onnan eljönnek, és akkor a medvék elkezdnek rájárni a másikra, amit addig békén hagytak, mert ugye a medve is, hogy opportunus lény, itt jobb kutyák vannak, itt nehezebb, akkor nem oda megyek, hanem ottól gyengébbek a kutyák. Igen ám, de hogyha onnan elmegy az a társaság, a gyengébb kutyás társaság, akkor meg rámozdulnak az erősebb kutyásra is. Tehát ott is megugrik a munkájuk a kutyáknak. És lehet, hogy addig három kutya jól meg tudta csinálni a munkát, és utána akkor már jó lenne az öt. Tehát mondom, dinamikusan is tud változni a helyzet, ezért is nem értik meg a vadásztársaságok, meg az állam, hogy ezt nem lehet szabályozni így, mert neked lehet, hogy adott pillanatban elég három kutya, és két nap múlva már öt kutyát kéne legyen.
Nem beszélve arról, hogy pusztulhat el kutyád, és nem könnyű a pusztuló kutya helyett beállítani egy másikat, ha neked nincsen állandó növendék, 4-5-6 növendéked nem nő, ami már nagy kutyának látszik. Mert ugye az mit lát, vagy aki ellenőrzi ezt, mit lát? Lát egy nagy kutyákat. De ő nem tudja, hogy az a nagy kutya esetleg még csak 10 hónapos, 11 hónapos, és az gyakorlatilag itt még kölyöknek mondják, nem is növendéknek. Nálunk még az egyéves kutyát is kölyöknek mondják, és ezt nagyon jól teszik, és tudják, hogy miért van ez így, és ez megint egy külön történet, hogy ezt miért kell így, vagy miért jó ez, hogy egy éves kutya még kölyök. Tehát ha nekem nincsenek növendékeim, nincs 4-5 kutya, még a nagyok, a felnőtt, a maga, amik tényleg végzi a munkát mögött, akkor nekem az pillanatban nem lesz, amivel utánpótolja. És ezért kell több kutya annál, mint amit próbálnak a vadásztársaságok, meg próbál az állam, itt nálunk ebből komoly vita volt, még tüntettek is Bukarestbe, hogy ezt így nem lehet ilyen egyszerűen meghatározni, illetve lekorlátozni, mert neked mindig kell legyen tartalék felnövőben lévő kutyát, ami gyakorlatilag már egy felnőtt kutya ránézésre, csak még munkában nem az, de azt nem tudta a vadásznak megmutatni, hogy nézd meg, hogy ez a kutya még nem tud úgy dolgozni. Tehát ő kijön, ő látja a darabszámot. Tehát ez is egy probléma, de visszatérve a kérdésre. Tehát vannak olyan helyek, ahol kevés a vad, vagy ha van is, akkor nem különösebben agresszív, nem támadja annyira a nyájakat, és akkor meg lehet esetleg 4-5 jó kutyával is nálunk. Nálunk legalább 4-5 kutya kell hegyvidéken, itt legalább 4-5 kutya kell bárhova kimennek, már ha hegyoldalba kimennek, tehát nem a faluk, mert ugye van az időszak ősszel is, meg tavasszal is, amikor már bejönnek a hegyekből, a hegyoldalakról is bejönnek, és akkor a faluk határába legeltetnek még, ahol már minden le van kaszálva, a kaszálók meg vannak kaszálva, és akkor azokat a lekaszált kaszálókat még legeltetik, amíg lehull a hó. Tehát ott bent egész a falu környékén meg lehet 2-3 kutyával is őrizni a nyájat, de még ott is necces. Ha meg már kint vannak a hegyoldalakban, akkor már kell legalább 4-5 kutya, de ez most már nagyon innen már a hegyoldalakban nagyon változik, mert hegyoldalaktól egyik helyen nagyon erősen vadjárás, máshol kevéssé. Tehát ott már lehet egy olyan hegyoldal is, ahol 8 kutya kell akár, hogy meg tudják őrizni a nyájat. Annyira durva a helyzet. És amikor kimenek egészen mélyen fel a hegyek közé, akkor ott még durvább tud lenni. Tehát olyan nyáron is tudok, hogy 12 kutya őrzi meg úgy, hogy maximumra vannak a kutyák járatva. Tehát nem lehet szabályt hozni rá, mindig attól függ, milyenek a kutyák, hol vannak, milyen területen, mennyire zaklatja őket a vad. Úgy tűnik, nagyon nagy ötletadó vagy. Újabb kérdések jönnek, az egyik kettő is jött. Az egyik az, hogy a preferált ivararány egy-egy munkaképes falkában milyen legyen, a másik pedig az, hogy nyilván a falka vezér egy kutya, de magához, a pásztorhoz, a juhászhoz vajon milyen viszony, hogyan viszonyul a falka, hogyan dolgoznak együtt az emberrel, mennyire kívülálló vagy bévüllevő az ember egy ilyen helyzetben? Köszönöm. Jó, hát ez nagyon bonyolult. Ez most látszik egyszerű kérdés, de hát erre nagyon nehéz válaszolni, mert ebben már egy csomó szociológia is benne van. Az a probléma van, hogy itt nincs ideális helyzet. Tehát itt nálunk megvan az, hogy van nagy ragadozó, és van szabad legeltetés, és ebben a kutya tudja végezni a munkáját, és ez jó, és ez kell, és ennélkül tényleg nem lehet pásztorkutyát tenyészteni, hogy ne lásd ilyen környezetbe. Viszont még ez sem egy ideális helyzet, ami nálunk van. Mert miért nem? Azért, mert nem az van, mint régebb, hogy pásztor családok tartják a jókat, és legeltetik, és nevelik a kutyákat, és apáról fiúra megy, és akkor a fiú, és három általában, így tudom, régebb 3 generáció is együtt volt a nyájak mellett, fejték a jókat, csinálták a sajtot, behordták vásárra, de közben vigyáztak a jókra is, legeltették, arrébb mentek, arrébb vándoroltak. Tehát ez régebb, amikor az ideje volt, és amikor a virágkora volt, akkor ez egy családi vállalkozás volt. És a gyerekek ebbe belenőttek, és az övék volt, és magukénak tudták. És akár nagyon értelmes, nagyon okos emberek is ezt kellett csinálják, mert erre nem tanították meg őket írni, olvasni, nem jutottak el iskolába. Lehet, hogy baromi intelligens volt a srác, de nem tudta kifejezni, mert nem járt iskolába, nem engedték, ő pásztor gyereknek született, neki az volt a dolga, hogy hajtsa az uszturungát. Itt nálunk úgy mondják, amikor a gyerek hajtja rá a jókat a fejű állásokra, ahol aztán a szülei vagy a nagyszülei fejik őket. Tehát már kiskoruktól, sőt, már 10 éves koruktól még korábban is már beültetik fejni őket. Tehát régebb ezek a gyerekek nem jártak iskolába, és ezért el tudom képzelni, hogy nagyon okos srácok is
éltek így, és nagyon igényes emberek éltek pásztorként, mert nem volt más választásuk. És belevitték az okosságokat, belevitték az igényességüket ebben az egészbe, és okosan és empátiával nevelték, tartották, tenyésztették a kutyáikat is. De most az a helyzet most már nálunk, hogy az az egész nincs. Ez még egy családot tudok, ahol ez így valamennyire működik, de hát szerintem nem fog működni, csak még valamennyire működik. Ma mi van? Ma az van, hogy a juhtenyésztés, a legeltetés itt nálunk attól lendült föl, hogy az Európai Unió elkezdte támogatni, területalapú támogatásokat adott, és akkor le kellett fedni állattal, legelő állattal. És az ettől robbant be az egész. Tehát nekem ez nagyon jó jött, mert itt pont mikor én hazajöttem, akkor fölfutott a juhtenyésztés, de nem azért, mert az emberek megszerették a juhot, megszerették ezt az életformát, hanem azért, mert pénzt reméltek belőle, üzletet reméltek belőle. És akkor kezdtek juhokat venni, kezdtek nyájakat összeállítani, és elkezdték lefedni az addig már fölhagyott legelőket, elhanyagolt, beerdősödött legelőket, elkezdték kitisztítani, elkezdték masszívan legeltetni, de mondom, csak tisztán üzleti szempontból is. Ezek az emberek, akik ezeket átlátják, és ezeket a pályázatokat meg tudják nyerni, ezek nem fognak a juhval járni. Ezek is intelligens, értelmes emberek, de ők a haszonvezér, gyakorlatilag ők a haszonért csinálják, nem azért, mert szeretik ezt. És ők nem járnak a juhval. Na most mi történik? Ő megvesz egy nyájat mondjuk, vagy begyűjt, összegyűjt faluból egy nyájat. De nem ő fog járni, hanem alkalmaz rá embereket. Na most ezeket az alkalmazott emberek sajnos a mai világban, a mai szociális struktúrában az van, hogy általában lecsúszott embereket lehet csak ilyen munkára alkalmazni. Képzeljék el, egész nyáron nap 24 órában kint élnek ezek az emberek a hegyekben. Állatokkal. Nincs villanyuk nekik. Most már persze kicsit javult, mert néha kivisznek egy-egy napelemet, akkor van egy kis lámpa, de igazából nagyon cudar körülmények között élnek. És a ma embere, aki városias vagy falusi környezetben nő föl, meleg víz, hideg víz, öblítő WC, stb. Tehát nem tudja, nem szívesen kapcsolódik be egy ilyen életformába. És maradnak a lecsúszott emberek, akinek már nem jut más. És ezekkel az emberekkel próbálják, és a legnagyobb stressz, nagyon érdekes, hogy az ilyen jós gazdák, nekem vannak barátaim, fiatal srácok, illetve 30 éves srácok, akik tőlem vettek kutyát, akár teljes falkát is vittek el kölyökként, és beszélgetek rendszeresen velük, és elpanaszolják, hogy a legnagyobb stressz számukra az emberekkel való bánás. Tehát az, hogy az emberek jönnek, mennek. Tehát van 2-3 ember kell egy ilyen nyáj mellé, még akkor is, ha nem fejik őket, ahhoz, hogy legeltessék, hogy tudják egymást váltani, hogy egyik, amikor alszik, a másik lehessen ébren, mert ugye ez egy 24 órás meló, ez nem 8 órás meló, és a legnagyobb probléma az ember. Egymás között összeverekednek, isznak, ott hagyják a jókat, elmennek, elmenekülnek, ott hagynak csapot, papot, mert eszükbe jut, hogy ők most haza kell menjenek, mert féltékenyek lettek. Állandóan kell őket cigarettával, itallal tömni, mert hanem nem maradott. Tehát nekik ez a legnagyobb gondja, és visszatérek a kérdésre, de csak így tudtam megmagyarázni, hogy miért probléma az, hogy ilyen emberek vannak a juhokkal, és ilyen emberek vannak a kutyákkal. És ezért ezt nem lehet nagyon jól vizsgálni, hogy mi lenne az ideális, az lenne, hogyha egy kutyát szerető, a kutyához értő ember lenne éveken át a kutyával, és őt megfigyelni, és az ő tapasztalatait összeszedni, összegyűjteni, rendszerezni és kommunikálni, mert az nagyon-nagyon izgalmas és nagyon-nagyon érdekes lenne, és én ezt egyszer talán szeretném én magam megcsinálni, ha már nem találok erre mást, csak egyre nincs rá anyagi fedezetem. De hogy valaki, aki szereti a kutyát, ért hozzá, az egy pár évig, ha ezt megélni, na akkor lehetne erre a kérdésre válaszolni, hogy ez hogy működik. Hogy működik jó esetben? Hogy működik, amikor ez teljességében tud működni? Mert ezek az emberek olyanok, hogy akik mosolnak a kutyák mellett, hogy egyik hónapban ott van, és a másik hónapban már nincs ott. A kutya nem tud kötődni hozzá. Sőt, nem, még mesélt egyik barátom el, hogy vannak ezek a jósgazda barátom, nem tudom, hogyha ki tudja, hogy néznek itt nálunk, azok a kis ilyen oldalra fekte, úgy néz ki, mint egy budi, ami oldalra van fektetve, és abba alszik kína pásztor a kosár mellett, tehát a karán mellett, ahol jók éjszakáznak. És föl volt nyitva ennek az ajtaja, mert ennek ilyen fölnyitható ajtaja van. Fölnyit nyitva az ajtaja, akkor csak, hogy egy ember kényelmesen bele tud feküdni. És este kijönt a pásztor, hogy, illetve megfőzték a vacsorát, ettek, és akart befeküdni ebbe a budiszerű építménybe, fából eszkabált építménybe, és a vezérkutya bent feküdt. És nem engedte be. A vezérkutya nem engedte be az egy hónapja ott levő pásztort, mert hát oda volt feküve, azt úgy volt, hogy ez most az én helyem, és te nem jöhetsz ide.
Tehát ez ugye normális esetben elképzelni, én ha bárhol megyek, az én kutyáim oda engednek engem. Tehát ez elképzelhető, hogy ne tudjak oda befeküdni. Na, de ez az ember egy hónapja jött, és a vezérkutya kutyába se vette. Tehát ilyen helyzetek vannak. Olyan helyzet is van, hogy én adtam kutyát ki valakinek, aki aztán kitette jók mellé, és tüzelt a szuka, és megkötötték a szukát a kosár mellé, a karám mellé, és akkor elkezdte őrizni. És akkor jött a friss pásztor, aki az is, mit tudom, hetek óta volt csak ott, nagy darab fickó, 100 kilós fickó, és akkor arrébb kellett volna tenni valamire, akkor, illetve forgatják a kosarat, hogy a jók ne trágyázzanak egy területet nagyon meg, hanem mindig mást. És kellett volna forgatni át a kosarat, így mondjuk itt, mikor a karámnak megváltoztatják a helyét, de a kutya nem engedte oda a szuká, a cölöphöz ki volt kötve, és a kankutya nem engedte oda a szukájához. És akkor ő azt hitte, hogy nagy darab fickó, hogy hát én nem félek, és felé rúgott a kutyának, és a kutya persze azon a ráugrott, leütt a földre, hogy hármat, négyet fogott rajta, amíg odaértek a többi pásztorok, és botokkal leverték róla, de rögtön kellett vinni a sürgősségre, mert hát egy ilyen kutya egy 50-60 kilós gyakorlatilag harci kutya, akkorákat harap, hogy el sem tudja képzelni ember, aki ilyen német juhászozik, vagy belga juhászozik, hogy ezekben milyen erő van. És a srác elmondta utána a sürgősségen, hogy halálfélelme volt, tehát érezte, hogy olyan erőt teperi le, ami ez neki esélye sincs. Pedig ilyen híres, csak kocsmai verekedő. Tehát, hogy elmondjam ezeket, azért mondom ezt az esetet, hogy ilyen viszonyban vannak a kutya, vagy a kutya megtámadja, a kutya a kórházba juttatja az embert, mert nem adja meg neki a tiszteletet, vagy nem engedi lefeküdni, mert ő hamarabb volt ott, és elfoglalta már a helyét. Tehát ilyen embereknek a kutyához való viszonyából nem lehet ezt a dolgot vizsgálni. Ami van, az valamiféle ilyen békés egymás mellett élés. Van olyan ember egyébként, aki szeret, ismertem, voltam, jártam, mert én napokat, volt olyan hetet is kintöltöttem így a nyáj mellett, a pásztorokkal, és találkoztam olyannal, aki szereti a kutyát. És tényleg szerette, és tényleg jól tartotta őket, igazából nem értett hozzájuk. Tehát ő legalább szeretne, nagy élmény volt nekem, hogy na, van egy ember, aki itt van, és akármilyen lecsúszott alak is, meg kétes alak is, de legalább tényleg szereti a kutyát. És jól tartja őket, gondoskodik róluk, hogy jól kapjanak enni, mindig hívja a jós gazdát, hogy hozzá ételt, mert elfogyott. Tehát úgy szeret, de igazából nem értett hozzájuk. Tehát ez a probléma, hogy van egy ilyen életforma, a kutyák tudnak működni, és ebből sok mindent meg lehet tanulni, sok mindent meg tud az ember ismerni, viszont ezt a hogy egy jó gazdával, egy pásztorkutya falka, hogy működik, ennek a csodálatos világát sajnos, én tudom, hogy ez csodálatos, mert én bizonyos dolgokat megérzek a saját falkámmal is, de tudom, hogy ott kint minden sokkal komolyabb, és sokkal elevenebb, sokkal nagyobb a tétje, az állandó együttlevés nagyon összekovácsolja az embereket is akár, a kutyákat is, és a kutyát az emberrel. Tehát én csak azt érzem, ha lemegyek a kutyáimhoz, és eltöltök pár órát velük, már érzem, hogy az állandó kötődésük, ami van felém, az emelkedik meg. Tehát az együttlét a kutyával az érdekes, ilyen kicsit misztikus dolog, hogy kezded érezni, hogy a kutyát, és a kutya is kezd téged jobban érezni, ezt nem tudom jól megmondani, tudományosan nem is lehet szerintem, de ez létezik, és hogy így valaki kint legyen évekig, vagy akár egy évig a kutyákkal, és ezt a kapcsolatot megvizsgálni, illetve ezt valaki tudná dokumentálni, ez nagyon izgalmas lenne, de nem tudok ilyenről, tehát nem tudom, az ideális állapotát ennek nem tudom elmondani, csak azt, ami most van, és az messze nem az ideális. Elnézést, hogyha nem, sikerült. Tökéletes volt, nagyon szépen köszönöm. Tényleg, van még egy kérdés az eredendően beküldöttek közül, és Gábor is megjött közben, aki föltette ezt a jó hosszú kérdést igazából, két téma is van benne, akkor esetleg arra térjünk át. A fejre, a fej kérdés, hogy a fej... Igen, és ami aztán volt... Beolvassam a kérdést? Esetleg, megtennéd, kérlek, persze, megtennéd, persze. Köszönöm. A kérdés úgy szól, Ormándi Gábor küldte be, hogy manapság felkapott téma a pásztorkutyák fejszerkezete. Arra lennék kíváncsi, hogy te melyik típusú fejformát helyezed előtérbe, és miért? Valamint arra, hogy szerinted milyen hatással van a pásztorkutyák munkára a maddivatos tereltetés. Érdekel a véleményed a tesztek alapján kitartóan fogó kutyák, illetve a fogásváltó kutyák tekintetében. Végül kíváncsi lennék arra, hogy mit gondolsz-e arról, hogy napjainkban az emberek mindent elkövetnek azért, hogy a legnagyobb legyen az ő kutyája. A cél elérésében nem riadnak vissza a molosztói testformáktól se, illetve a lazább izületektől sem. Tehát itt igazából több kérdés van.
veszem sorban most, így nehéz ennyiből a fontossági sorrendet fölépíteni, de ez egy, ez nem fogom tudni röviden ezt a kérdés csokrot megválaszolni. Gyorsan igyekszem nem túl mélyre menni, mert ha mélyre megyek, akkor hosszú lesz. Tehát a manapság felkapott téma a pályázatok felszerkezete. Persze, nem csak manapság egyébként, tehát azt lehet megfigyelni, hogy amihelyt születik egy standard, és amihelyt kialakul egy ilyen nagyon felületes és nagyon légből kapott fajta fogalom, abban a pillanatban megindul egy kényszeres mozgás abba az irányba, hogy a kutyát, a fajtát elkülönítsük a többitől. Tehát, hogy határozottan más legyen, mint a rokonfajta. És ennek a legnagyobb áldozata mindig a fej. Tehát én emlékszem, ezelőtt 20-25-30 évvel láttam olyan újfulandikat például, amik így felépítésben teljesen megfelelnének ma a pásztorkutyának. De hát nem volt olyan típusos a feje, tehát olyan akármilyen feje volt, pedig szerintem jó fejük volt, és akkor kitalálták ezt a modern újfulandi fejet, akit meg kell nézni YouTube, Google-be be kell ütni újfulandi nevet, és ad egy csomó képet, és meg kell nézni a győztesek fejét. Tehát egy ilyen határozottan furcsa fej, most nem elemzem ki, hogy az például miért teljesen rossz pásztorkutyás szempontból, de ugyanez a Leon Berginál, ugyanez megtörtént, hogy elkezdtek kitalálni neki egy ilyen nagyon furcsa fejet, hogy elkülönítsék esetleg egy kaukázusitól, vagy mit tudom, más ilyen hegyi kutyától. Tehát az alaptendencia ez, hogy mindig a fejre rámennek, és a fejnek próbálnak adni egy sajátos szerkezetet, vagy sajátos hatást akarnak kelteni, és azzal akarják elkülöníteni esetleg egy rokonfajtától, mert tényleg esetleg ott esetben hasonlít a fejük. És ez nagyon rossz. Ez nagyon rossz, mert képzeljük el, hogyha a rokonfajtának pont jó a fejformája valamilyen célra, és akkor nekem ugye rokonfajta, akkor nekem is arra célra kéne az a fej, de hát, hogy legyen más, akkor kitalálok valamit, hogy más legyen, és akkor lehet, hogy akkor pont kiesek az ideálisnak a tartományából, és akkor előrétrehozok egy olyan fejet, ami már funkcionálisan nem jó. De hát persze nagyon sajátos, esetleg még szép is, és akkor elindul a gőzhenger, és akkor mindenki olyan fejet akar, és meg is lesz az a fej előbb-utóbb, csak aztán kérdés, hogy mennyire marad az funkcionális. Tehát mindig is felkapott téma volt szerintem a fej, mindig is fő, ugye a fej és a fő összefügg szóként, mindig egy fő probléma volt, a fejet veszi a leghamarabb ember észre, arra figyel a legjobban, ez egy humanoid dolog, de nem csak humanoid dolog, a fejre figyelünk nagyon, a jók is a fejeket figyelik nagyon, ezért kell a bizonyos fejformája legyen a kutyának, nem hasonlítod a farkaséra, de nem megyek ebben most bele. A lényeg, hogy ez mindig fontos volt. A másik kérdés, hogy funkcionálisan melyik jó, azt merem erre mondani, hogy funkció szempontjából nincs olyan nagy hatása a fejformának, mint amennyi például egy végtagállásnak, vagy egy végtagszögelésnek, vagy egy törzsalakulásnak, egy testformának, sokkal nagyobb a funkcióban betöltött szerepe. Az más, hogy a standardek a fejre nagyobb hangsúlyt fektetnek, a látvány az mindig a fejre tesz nagyobb hangsúlyt. De a funkcióban, a munkában nincs nagy jelentősége a fejnek. Láttam kisfejű kutyát nagyon jól dolgozni, és láttam nagyfejű kutyát is nagyon jól dolgozni, és fordítva. Tehát nem döntő, a fejforma nem döntő. Ha valaki elkérdezi az én ízlésemet, akkor azt mondom, hogy én a úgynevezett medve fejtípus szeretem, azt kedvelem, ott az a lényeg egyik oldalról, hogy nagyon kicsi a stop, tehát a fejtető, a koponyatető az nem domború, mint például egy Bernáthegyinél, vagy a Mólszöjt kutyáknál. Ezt azért is szeretem, mert nekem tetszik a rusztikum, mert ezt rusztikusnak érzem, a farkasnak is ilyen lapos a nagy koponyai része. Egyrészt tetszik a rusztikum, másik van egy kicsi funkcionalitása olyan értelemben, hogy akkor azt gondolok, hogy na, ebbe legalább nincs akkor molosszoid kutya belekeverve, mert ugye az egy nagy probléma a kuvaszosoknál, nem annyira meg a komondorosoknál, de hadd mondjam el, hogy a Közép-Ázsiánál például nagy probléma az, hogy gyakorlatilag egy keverék társaság a Közép-Ázsia, tehát fajtán a Közép-Ázsiában a marketing zseniálitása az, hogy gyakorlatilag keverék kutyákat állítanak elő, de mint fajtát tolják a laikusok felé. És így mind a két dolog megvan. Megvan az, hogy lehet hivatkozni a fajtára, a fajta tisztaságra, a tiszta vérre, ugye, amikor már egészen lemegy a proli szintre a beszélgetés a kutyákról. Tehát lehet erre hivatkozni, ugyanakkor hozzák a keverékekből az, hogy általában nagyon
ellenálló szervezetük, mindenféle tulajdonság megtalálható, ki lehet szórni a gyengét, lehet nyomatni tovább a jó sikerülteket. Tehát itt van egy zseniális, ez megérne egy misét, ez az egész közép-ázsiai tenyésztés, hogy ez miről szól, meg miért, mi a csel benne, mert óriási csel van benne is, és a kovaszosoknak viszont azért kéne ezt nagyon figyelni, meg a komondorosoknak, hogy ők ezért maradnak le ebben a versenyben, mert ők ezt a cselt nem veszik észre, vagy ha észre is veszik, nem tudják leutánozni, és olyan, mint hogyha, itt tudom, hogyha valaki egy hatalmas láncokat csavarna magára, és úgy akarna versenyt futni olyannal, akinek nincsenek láncai. Ezt én mindig próbálom magyarázni a kovaszosok, komondorosoknak, de mindig süket fülekre talál ez az egész, hogy ezt értsétek meg, nem tudtok versenyben lenni, mert hát itt van egy csel, ezek cinkertapokkal játszanak, és így nem lehet velük versenyezni, már pedig kin a piacon verseny van, a pásztorkutya piacon is verseny van. Úgyhogy visszatérve a fejformára, hogy miért függ ez össze az, hogy a Közép-Ázsia, ami nekem is van, vagy volt, olaszó módon kevernek, az oroszok mindent beleraktak, Bernatétől kezdve, spanyol masztifonát, bullmasztifon keresztül, kaukázuson át, amit el dogon keresztül, argentin dogon keresztül, minden, tehát az oroszok nem csinálnak ezekből gondot, tehát ott a hátsó udvarokban, ami lefolyt, hát az szörnyű, egy klasszikus fajta tenyésztő embernek, vagy laikusnak a szörnyű, hogy ott mi zajlik. A lényeg az, hogy ha látok egy olyan kutyát, hogy ilyen domború nagyon a feje, teteje, volt egyébként nekem ilyen, és nagyon szerettem, életem kutyája volt, de ha látok ilyet, akkor mindig fölmerül bennem az, hát lehet, hogy mit tudom, az nagyapja valamelyik dédapja, Bernáthegyi volt, vagy mit tudom, milyen maszti. És ha nincs ez a lapos, akkor azt mondja, hát talán akkor benne kisebb az esély, hogy benne valami ilyesmi van. Persze attól lehet, de úgy gondolom kisebb az esély. Tehát én ez a két szempont. Egyrészt szeretem a rusztikus megjelenést, meg azt, hogy esetleg akkor nincs olyan közelről benne masszív molosszoid vér. Tehát ezért szeretem a lapos vagy koponyai részt. A izét meg kifejezetten rossznak találom, vannak olyan, a Közép-Ázsiánál van egy olyan igény, hogy téglafej legyen, és viszont az a baj vele, hogy persze nagy széles fangot hoznak akkor, mert ugye, hogy meglegyen a tégla, akkor a fangnak szélesnek kell lennie, viszont, és az önmagában nem is nagy baj, mert jók viszont azt szeretik, visszatérve rá, mert ugye ez nem hasonlít a farkasra, és akkor nem félnek tőle, viszont a téglafejhez az kell, hogy az agykoponya rész keskeny legyen, és ez viszont már rossz, tehát az agykoponya résznek nem szabadna keskeny, hanem jó szélesnek kell lennie, mert akkor van terület, ugye a rengeteg rágóizom tapad fel az agykoponyai részre, oda fölül arra a taréra. Nem tudom most pontosan, hogy nevezik meg. A lényeg az, hogy a farkasnak is, ha megnézzük, nagyon széles az agykoponyai része, és szerintem egy pásztorkutyának is széles kell legyen az agykoponyai része, ugye a medvének is széles az agykoponyai része, és ez a téglafej, hogy az oroszok elhatározták, hogy most legyen téglafejük az ázsiáknak, és legyen, mit tudom, medvefejük a kauknak, hogy egymástól ugye különítsék el, mert az egymásba folyó populáció volt valamikor, és ők ugye próbálták ezt fajta standard szerint tenyészteni, és akkor próbálják egymástól elkülöníteni, ők itt találtak, hogy legyen akkor téglafej az ázsiának, és ezzel elérték azt, hogy keskeny az agykoponyai rész, ami nem jó. Mondjuk, mondom, nem harapás erőt csökkenti valamelyest adott esetben, de a harapás erő az a baj, hogy szándéktól is függ. Tehát nem csak attól függ a kutya harapás ereje, hogy milyen széles az agykoponyai része, hanem attól is függ, mekkorát akar harapni. Ez most egy hosszú történet, megint bele kéne menjek más témába, de nem teszem meg. Legyen itt most annyi elég, hogy a harapás erő, mondom, szándéktól is függ, nem csak az agykoponyai méretétől, plusz a harmadik, amitől még függ az izomszövetnek a minőségétől, mert izomszövet és izomszövet között is különbség van. Tehát egy farkasnak egy köbcenti izma, nem olyan, mint egy kutyának az egy köbcenti izma, illetve egy igazi jó kemény pásztorkutyának az egy köbcenti izma, nem olyan, mint egy spánielnek az egy köbcenti izma. Tehát ezek az izom és izom között is, még ha a mennyiség ugyanaz, különbség van. És hogyha például van egy keskeny agykoponyájú kutyán, de brutálisan akar fogni, nagyot akar harapni, és hozzá még van egy speciálisan ilyen nagyon nyers, primitív, sűrű izom szövete, akkor esetleg nagyobbat tud harapni, mint a széles agykoponyájú, amelyik nem akar akkorát harapni, és nincs is meg hozzá az a típusos izma. Tehát egy izom szerkezete. Tehát azért mondom, hogy nem szabadna magára a fej, amit a kiállításon egy fejből lehet látni, vagy ránézésre, abból nem szabadna ezt szemelő következtetéseket levonni, mert az csak egy töredéke a teljesítménynek. A kutya agyában, ami van, illetve az izmaiban van, amit nem lehet látni, az dönti végül is el, illetve azok teljesen át tudják súlyozni ezt az egész helyzetet, hogy akkor most mi is a jó fej. Úgyhogy nem mennék így bele ebbe, hogy most ez a fej
Aztán van persze a lógószem, a lógóajak azért azok csak nem jók, a fogmérettel van például nagy probléma, ugye az is egy fejnek egy eleme a fog. Tehát elképesztő nézni azt, hogy Ázsiáknál is hatalmas fejek vannak, vödörnyi fejek és kicsi fogak benne. Tehát vicc. Tehát nem figyelnek a fogak méretére. Nézik, hogy nagy legyen a feje, de nem nézik meg a fogakat. És hát szánalmas, nevetségesen kis fogú kutyák, hatalmas, 90 kilós kutya, és akkora foga van, hogy itt kimenjünk a nyáj mellé, és egy 55 centi szukában van akkora agyar, mint a 90 kilós nagy közép-ázsiai, ami ott szár Magyarországon. Tehát vicc az egész. Hát egyszerűen alig van már foguk a kutyáknak. Tehát ezekre viszont már kellene figyelni, hogy legyen nagy foga. Nem viszont az se egyik a nagy foga van, a könnyen törik. Tehát úgy kell nagy foga legyen, hogy ne törjön könnyen, az kell, hogy nagyon sűr legyen az a fogszövet. Tehát mondom, itt minden összefügg, minden, és borzasztó bonyolult, nagyon nehéz gyorsan, röviden, frappánsan válaszolni kérdésekre, pedig próbálok. Tehát szerintem nem kell nagyon a fejbe belemenni, illetve hát a fog meg a fogzáródás is például abban is. Tudom, hogy kutyákat zárnak ki tenyésztésből, fogzáródás a probléma miatt, de ez teljesen őrület ott, ahol ha van nekem például egy előre alapú kutyám, mondjuk szorosan előre alap, mert volt ilyen is, de remekül dolgozik nyáj mellett. Hát annak a genetikáját kidobni, miközben egy csomó olyan kutya van, aminek remekül záródik a foga, olós, csak egyszer nem tud egy napot kibírni nyáj mellett. Tehát olyan nehéz jó, igazi jó pásztori kutyát találni, hogyha találsz egyet, amelyik kint működik, úgy, hogy jól működik, és azt mondja a pásztor, nem, ez nem eladó, ez semmi pénzért, ez a kedvenc kutyám. Ha egy ilyen kutyát találsz, és azt kidobod azért, mert előre záródik a foga, hát az egyszerűen teljesen nonsens, teljes őrület, ilyet nem lehet csinálni. Persze, hogy szeretjük a farkasnak is, úgy tudom, többnyire ólósan záródik a foga, és szeretjük azt, mert az, mert ha ugye egy tétre záródik, akkor egymást elkoptatják a metszőfogak is hosszú távon, a kutyának elől a metszőfogai teljesen szétkopnak, szétmennek. De attól még egy 8 éves kutya a teljesen szétkopott metszőfogsorral nagyon jól tud őrizni nyájat. Még az agyarai megvannak, még nagyon tud harapni, még tud küzdeni, tehát attól még tud működni. Tehát egyszerűen nem szabad ilyesmiken kiakadni, ha komoly pásztori kutyákat akarunk, mert ezzel magunk alatt vágjuk a fát. A tereltetésre azt gyorsan meg tudom válaszolni, van a kérdésben egy ilyen, hogy szerinted milyen hatással van a pásztori kutyák munkájára a ma divatos tereltetés. Nem tudom, hogy ez is, hogy mennyire ma lett divatos, vagy nem, én ezzel nem foglalkozok. Én az igazi, amivel én foglalkozok, pásztori kutyák, azok nem terelnek. Én úgy gondolom, hogy két típusú kutya van lehetséges a jók környezetében. Az egyik, ami őrzi a jókat, a másik, amelyik tereli a jókat. És a két típusú kutyának teljesen különbözőnek kell lennie, és nem biztos, hogy jól vannak együtt, bár vannak, ahol működnek együtt. Én úgy gondolom, hogy a pásztorkodás aranykorában, amikor főleg Közép-Ázsiában, Eurázsia, nagy pusztákon, ott nem volt szükség terelésre, ott nem használtak ilyen kistestű terelőkutyákat. A kistestű terelőkutya az egy modern dolog, az már a hanyatláshoz tartozik szerintem, ez tudom, sokaknak nem esik jól, amikor már Európában kezdődik az a típusú megművelés a földeknek, illetve lecsapolása a folyóknak, amikor már nincsenek végeláthatatlan legelők, hanem megművelt területek közé kell behatolni jókkal még megmaradt legelőkre, ott kell vigyázni, hogy ne legeljék le a vetést, a megművelt területet, és akkor ott fontos, hogy precízen tudják az állatokat, a jókat terelni, és ott jön jól a kistestű terelőkutya. De mi nálunk is csak egy helyet tudok, ahol használnak terelőkutyát, de a legtöbb helyen nem használnak terelőkutyákat, mert annyira elférne és könnyíteni a pásztor munkáját, de annyi odafigyelést igényel, meg azt is, ahhoz is érteni kell, tudni kell azt a kutyát működtetni, tudni kell megtanítani, betanítani, kiválasztani. Tehát meló van vele, és főleg, hogy most, ahogy működik itt nálunk, ugye meséltem, hogy ilyen deklasszált alakok vannak többnyire a jók körül, tehát nem lehet rájuk bízni ilyesmit. Úgyhogy itt nálunk ez nem működik, ez a tereltetés, de mondom, teljesen el van válva. Pásztor kutya az nem terel. Egy nagy 50 kilós kutyának teljesen gazdaságtalan, hogy futkorászon a jók után egész nap. Ő nem a jók után kell menjen, a jók előtt kell menjen, ő a stratégiai helyekre kell behatoljon, ahonnan támadást várhat. Tehát ő éjszaka is dolgozik, ő nem tud pihenni éjszaka, tehát napközben, ha lehet, akkor inkább pihen. Tehát teljesen más a munkakörük, és ez teljesen másak a kutyák is. Úgyhogy ön sem, nincs így hatással a pásztor kutyákra a tereltetés, az egy külön műfaj. Még ha ugyanott élnek is, ugyanolyan is az a életterük.
Most például láttam, most hadd mondjam el, hogy miért gondolom, hogy ez nem jó. Van egy videóm, és nem közül, sok videóm van, amit nem tehetek közé, mert a tulajdonosok, a kutya tulajdonosok nem engedik. Az egyik videóm, például tisztán látszik, hogy kutyák megfognak a pásztorkutyák vaddisznót, és van egy sinkájuk, egy fehér sinkájuk, amit használgattak terelésre. És mit csinál a sinka, mivel nem fér oda a kutyáktól, ha annyi kutya van, hogy nem fér hozzá a vaddisznóhoz, kinyába harapja a kutyákat. Tehát látszik, hogy egyik kutya más, és a combokat bontja ki, és ez szörnyű, és akkor úgy verik le a kutyát, hogy hagyja a társait, tehát annyira akar a kutya fogni, de annyira nem tud odaférni, hogy képes a sajátjait harapni. Tehát ez szerencsé, hogy kicsi, és nem tud nagyot harapni. Tehát ilyen helyzetben csak útba van, illetve csak még hergeli a kutyát rá, mert ugye a kutya olyankor nem fog vissza, nem érzi a fájdalmat, és akkor ő még jobban, még durvább. Tehát egyszerűen ők működtetik ezt, mert úgy gondolják, hogy megéri, de látszik, hogy állandó zavart kelt, és ezt állandóan kell ellenőrizzék. És ez szerintem itt energiapazarló. A következő kérdés a csokorból érdekel a véleményed a tesztek alapján, kitartó fogókutyák, illetve fogásváltó kutyák tekintetében. Hát igen, ezt igazából már több helyen, többször is elmondtam, hogy nem jó az, amit ma szeretnek. Például most láttam a hétvégén volt az a pásztorkutyás találkozó, amit valamikor eredetileg mi szerveztünk az én barátaimmal. Én hazaköltöztem, és akkor átvette egy másik társaság, és most ők szervezik, és hát csak elfelejtettek megkérdezni, hogy ezt akkor hogy kéne szerintünk csinálni. Ők elkezdték a maguk feje után, és hát szerintem káosz van ott. Pont láttam videót, és mindenki el van állva egy olyan kutyától, amelyik beleragod a fogásba, és a segéd nem bír kijönni tőle. Tehát ez nem pásztorkutyás. Ez öngyilkos dolog. Tehát egy pásztorkutya ilyet nem csinálhat sem emberen, sem vadon. Tehát egy medvén, aki beleragad a fogásra egy farkason, az azonnal meghal. Tehát ez nem tud működni egy percig se. Az első akcióban az ilyen kutya meghal, mert egyszer nem lehet, hogy medvébe beleragadni. Egy 100 kilós medve tönkrevág egy kutyát egy pillanat alatt. Tehát esélye nincs. Farkasok, falká, ha csak akkor támadnak kutyákra, a falkában vannak, falkába beleragadni egy fogásba, mikor itt három farkas van körülötted, hát ez ilyen nincs, tehát ez teljesen működésképtelen. Ez látványos városban, amikor ott lóg a bundán, vagy a karon a kutya, és ez esetleg jó is, mert általában beszéltem kiképzők, hogy azért, hogy beleragad egy fogásba, mert akkor csak egy sebe tehet a védtelen. Tehát ugye ezeket a kutyákat elég azért csinálják, hogy amikor majd éles akció van, akkor tegyék a dolgokat. Na most éles akcióban valószínűleg az emberen, az áldozaton, aki először támadod, aztán áldozat lesz belőle, nincs bunda, és akkor a kutya fog rajta. Na most, hogyha egyet fog, akkor egy sebb van. Ha meg többet fog, akkor több sebb van, és akkor csak jobb ez. De szerintem ez is marhaság, mert egy jó pásztorkutya, amikor egyet-kettőt fog, és az illető, akit megfogott, az föladja a harcot, a küzdelmet, akkor ő már többet nem fogja ráncigálni. Ugyanakkor ezek a kutyák, amik látszik, hogy beleragad a fogásba, azon látszik, hogy az aztán kitép onnan mindent, és akkor, hogy kitépte, akkor újra fog, és újra kitép mindent, mert teljesen más a stílusa, teljesen őrületes agresszió van benne, és egy embert, aki így megfog, egy 50-60 kilós kutya, amit így megfog egy embert, és azt nem engedi, és azt húzza a földön, hát ott szörnyű dolgok történnek. Tehát az nem is jó. Én láttam sebeket, 35 kilós német juhász kutyák olyan sebeket képesek okozni néhány harapással egy emberen, hogy utána hetekig gyógyul be, és sürgősségre kell vinni az ember. 50-60 kilós, 70 kilós kutya, amikor húzkál a földön egy embert, hát ez teljesen értelmetlen ilyen szinten fölfokozni a kutya agresszióját, meg ilyen szinten beleragasztani a fogásba. Tehát ez valószínűleg a bikafogónál jól, aki mit tudom, mészáros mellett dolgozik, és akkor támad a bika, vagy akár egy telnek is adott esetben megtámadhatják az embert, és akkor jön ő, és akkor orba fogja a bikát, és akkor csüng rajta, és akkor a bika dolgozik vele, amíg lezárás, az ember addig meg tud menekülni. Tehát lehet funkciója adott esetben, csak nem a pásztorkutyánál. A pásztorkutyánál nincsenek funkció, sőt kontraszelektív. Tehát amely kutya emiatt az aszfaltbetyárak, meg a kemény fiúk szeretnek, mert hú, ez aztán megfogta és neveresztette, meg lerántotta az embert a földre, és ott húzkálta, tehát ez pásztorkutyánál teljesen öngolt. Ez önkapikázi, ez öngyilkos. Tehát a pásztorkutyának nem az a lényeg, hogy meghaljon, hanem az a lényeg, hogy megőrizze a jókot. És neki úgy kell küzdenie, hogy életben maradjon, hogy ne sérüljön meg, mert ha megsérül, már necces a helyzete, mert nem biztos, hogy az a pásztor, vagy az az ember, aki ott van velük, ki fogja hívni hozzá az állatorvost.
és akkor akárhányszor, hogy elfertőződnek, főleg a medve ütötte sebek borzasztó módon elfertőződnek. Nem is hiszem, hogy kutya ki tudná vinni a medve ütötte sebet. Tehát olyan szinten a medvének a körmei alatt, ugye főleg ezek az állatra támadó medvék, ugye azok mindenevő medvék, azok dögöket esznek meg, illetve nem tudják megint elássák, akkor kiássák a rothadót, megeszik. Tehát olyan baktériumflóra van a körmük alatt, hogyha azzal megsért egy kutyát, hát ez olyan szinten befertőződik, hogy hát nem is tudom, hogy van olyan kutya, amelyik ezt antibiotikum nélkül ki tudja vinni. Úgyhogy egyáltalán nem ajánlatos a kutyáknak megsérülni ezekbe a harcokba. Abszolút nem. Tehát nagyon fontos, ugrik, harap, ugrik el, megint ugrik, megint, és ezt ügyesen csinálják többen, akkor ezzel meg lehet állítani a legnagyobb medvét is. Mert ugye a medvének megvan az a reflexe, hogy ha beleharapnak keményen, akkor ő ki kell azt védekezzen, tehát oda kell legyincsen, oda kell forduljon. És ezzel jól el lehet választani. Annyira el lehet választani, aztán föladja. De azzal, hogy beleharapnak, hát most mit ér, ha beleharap is? Hát nem tudja átharapni egy 200 kilós medvének, akkor hogyha nem tudja a bőrét átharapni, olyan bőre van, és ezt hogy valahogy megfogja, és ebbe kapaszkodik, és a medve oda csap neki, akkor neki annyi. Ha esetleg nem tört el a gerincét, betörik 3-4 bordáját, meg sebet üt rajta, a külső nyílt sebet, elfertőződik. Ha nem segítik meg antibiotikummal, és képzeljük el, ezelőtt 200 évvel, 100 évvel nem antibiotikumozták a kutyákat, de amely kutya ilyen helyzetben megsőt, az valószínűleg el is pusztul. Tehát végtelen óvatosak kellett legyenek úgy, hogy viszont meg kellett mégiscsak őrizni. Tehát a medvét el kell, nálunk úgy mondják, el kell tudják tolni a medvét, bármekkora medvét a kutyák, és a jó kutyák meg is teszik, csak nem úgy, hogy beleragadnak a fogásba. Úgyhogy szerintem a fogás kitartó pásztorkutya az teljesen nonsense. Az a lényeg, hogy persze, váltsa a fogást, odaharap, elugrik, ha még mindig van támadás, megint odaugrik, megint beleharap, megint elugrik, tehát vigyázz magára. De viszont keményeket fog, amikor belenyúl, akkor egy-két olyan fogás bárkit megállít, tehát nincs semmi értelme ennek az őgyöngő fogásnak. Egy-két közepesen erős fogás megállít bárkit, nem is kell még erősebb fogjon a kutya, mert ezeknek iszonyatos harapó erejük van. Végül kíváncsi lennék arra, hogy mit gondolsz arról, hogy napjainkban az emberek mindent elkövetnek azért, hogy a legnagyobb legyen az ő kutyája. Hát persze, hát az emberben van egy ilyen zsigeri, bennem is megvan sajnos ez, és nem is tudom, szerintem a legtöbb emberben, hogy nyilván a nagyra figyel föl, a nagy imponál jobban, mint a kicsi. Tehát ez elkerülhetetlen. És annak, akinek nincs visszacsatolása, negatív visszacsatolása a mérettel kapcsolatban, az tényleg nagyon el tud szállni, és akkor vannak kenelek áll, Közép-Ázsia, meg mindenféle kenelek, ahol gyakorlatilag kilóra meg centire hirdetik a kutyákat, és ezek a kenelek mennek állítom a legjobban, tehát ezek csinálják a legtöbb pénzt a kutyázásból, ahol 90 kilós, meg 90 centimos, ez egy ilyen kedvenc kombináció, úgy hirdetik a kutyát, hogy 80 centi, 80 kiló, vagy 90 centi, 90 kiló. Tehát ennyi számít az embereknek, a többségnek, a vevőknek, és ezek az emberek kiszolgálják ezt a nagyon primitív keresletet, hogy minél nagyobb legyen. De ha tetszik is a nagy kutya az embernek, meg tényleg le is nyűgözi, akkor aki megy terepre, akkor viszont ott látja, hogy ez nem működik. Tehát én láttam nagy kutyákat, így megpróbáltak kivinni, és hogy akkor mi lesz belőle, hát a szállni nem tudnak eltetni még heteket sem. Aztán szabadulnak az emberek, akik megpróbálják a pásztorok, vagy gyorsgazdák az ilyen kutyáktól, mert csak a bajnak van aztán, mert nem bír menni. Tehát egy nagy kutya, olyan kutyák vannak, nagyon sok olyan kutya van, állítom, hogy nem tudna menni 50 kilométert. Nem úgy nem tud menni 50 kilométert, hogy előtte való héten is minden nap ment 50 kilométert, hanem úgy nem tud menni, hogy egyszerűen kiviszed valahol, és na most kell menni 50 kilométert, nyári melegben. Nem tudna menni. Hát akárhány ilyen kutya van, most is nézegettem képeket, a pászlikutyás találkozva, olyan kutyák vannak, hogy tudom, hogy nem tudna menni, fogadni menni bármire, hogy kiveszed. 30 fokos melegben egy oldalba kell menni 50 kilométert, az vége, ez meghal, nincs, ez nem tudja csinálni. Másrészt nagyon lassú. Tehát amikor az ember végre lát harcot, akár kutya-kutyáját, a két falka összecsap, vagy kutya-kutya ellen, vagy medvére, vagy farkasra, tehát bármilyen harcban, ami igazi, ami nem úgy van, hogy egy ringbe két nagy nehéz kutyát összeengednek, és akkor mindenkettő egyformán lassú, mert ilyen is van, hanem amikor tényleg vadállattal, meg egymással kell küzdeniük kint terepen, mert terepen is van ilyen, hogy egymással a kutyáknak meg kell küzdeniük, borzasztó sok múlik a gyorsaságon. És ezek a nagy kutyák általában mind lassúak. És hiába nagy, és ez nagyon erős is, és nagyot is tud harapni, de baromi lassú. És egy lassú kutya például ráfut egy medvére, vagy ráfut a farkasokra, esélye nincs, mert ugye van nálunk egy ilyen mondás, hogyha megtámad a medve, akkor neked csak egy dologra kell figyelni, hogy gyorsabban fussál, mint a haverod.
És itt is az van, tehát hogy ha van egy falka kutya, akkor a leglassabb kutya van a legnagyobb veszélyben. Tehát lehet, hogy ő a legerősebb, de ha egyszer lassú, akkor egy medvével, egy falka sokkal szemben esélye sincs. Tehát borzasztó fontos a gyorsaság. És aki ezt már látta, és ezt megtapasztalta, hogy nem bírják a meleget, de rengeteget kell egyenek ahhoz, hogy föntartsák magukat, hogy lassúak, hogy fáradékonyak, akkor föl sem merül, hogy ilyen kutya kell, ha pásztorkutyát akarsz. Az ilyen kutya persze ott jól bent van a kapun belül, egy kis kertben, a zöld nyílott pázsiton, ott van hatalmas nagy kutya, persze, hogy gyönyörű látvány, mindenkit lenyűgöz, még el is ijeszt, tehát még őrzőnek is valószínűleg jó, de például olasz kliensei vannak, akik őrkutyákat, spéci őrkutyákat keresgélnek, illetve időnként vesznek az én közvetítésemmel, és ők például már rég nem vesznek nagy kutyát. Tehát a 80 centi kutya alapból nem érdekli, meg egy bizonyos lábvastagság ránéz, megnézi, mennyire vastag a lábba, és már legyintő Laci nem kell. Hiába szép a kutya, hiába baromi agresszív, de nem kell neki. Aztán levisszük izé Nápolyba, és meg fog halni a melegtől. Tehát nem kell ilyen kutya, nem fog őrizni, egész nap fekszik az árnyékba, és este esetleg kijön egy kicsit ugat. Ilyen kutya nem kell. Tehát ezek a kutyák nem bírják a meleget, nem bírják a folyamatos a napi 24 órás melót, az állandó talponlevést, az ízületek is hamar kikészülnek. Tehát olyan kutyákat látok, nagy kutyákat, hogy udvaron, az udvar a pázsiton fölfekvései vannak. Tehát örületes volna, de annyira súlyos, és annyira a szövetei, annyira nincsenek arányban a súlyával, tehát annyira puhák a szövetei, és annyira nagy a súlya, hogy akárhol is fekszik, akármit csinálnak is vele, mindig fölfekvés, és mindig való bogos a lába. Tehát ez vicc, tehát egyszerűen vicc, hogy ilyen kutyákat gondolnak pásztorkutyának. Mondom, ahogy kiviszed, ahogy megnézed, egy komolyabb teszten is akár, azonnal elbukik. De hát erre nincs igény. Tehát nem, az aki ilyesmit keres, az nem érdekli az, hogy ez a kutya neki hogy működik, csak az érdekli, hogy ez a kutya hogyan látszik. És ez egy alapvető jelenség, alapvető probléma, hogy nem törődünk azzal, hogy mi hogyan működik, csak azzal törődünk, hogy mi minek látszik. És ha már látszik valaminek, akkor az oké, az nekünk bőven elég. Mert a látszat kelt is a cél. Az, hogy ilyen kutyám, ekkora kutyám van, ilyen menő vagyok, vagy mekkora autón van. Tehát ez egy státuszszimbólum adott pillanatban a kutya is, és abszolút nem számít, hogy mit tud, mert nem is kell semmit tudjon, csak a kertben feküdjön, néha ugasson, és egyszerűen azzal, hogy ott van, és ott hatalmasodik a pázsiton, az pontosan elég, ennyi a cél. Csak ezt nem kéne összekeverni a pásztorkutyasággal. A baj az, hogy összekeverik. Mert már mindjárt két dolgot akarnak, két legyet akarnak ütni egy csapásra, akarják a hatalmas nagy kutyát, és akarják a pásztorkutyának a brandjét, akarják a pásztorkutyának az imidzsét, azt az aurát, ami az igazi archaikus pásztorkutyát jogosan és megérdemelten körülveszi, hogy az valami csoda. Egy igazi jó pásztorkutya az egy csodálatos lény, és ennek az auráját a marketing használja, plusz hozzáteszi ezt a nagy hatalmas állatot, és akkor még jobban el lehet adni. De ez tiszta marketing, ennek semmi köze a valósághoz. Ezek a hatalmas kutyák nem tudnak pásztorkutyaként működni, nem is akarják őket úgy működtetni, csak a máza kell, az aurája kell, csak a márkája kell a pásztorkutyának. Tehát eszközé válik gyakorlatilag a pásztorkutya image az eladásban, és akkor a fogyasztásban is. Mennyire nagyon jó lenne, hogyha a marketing nem lenne egyenlősítve egyfajta hazudozással. Ezt úgy is lehetne csinálni, hogy kvázi igazat mondunk, hát miért ne lehetne, hiszen van éppen elég erény, még talán mindig az ezer sebből vérző pásztorkutyasságon, ahhoz, hogy nyugodtan lehetne ennek egy jó marketinget csinálni, reméljük persze, sikerül. Csak azt ott bonyolult, tehát ahhoz... Hogyne, dolgozni kell, persze. Egyszerű kérdést valaki föltesz, és látod, hosszan kell válaszolnom, és nem azért, mert ki akarok térni, hanem azért, mert érzéketlen aggalom, milyen bonyolult ez az egész. Ahhoz, hogy ránézze kutyára, és hatalmas, és lenyűgöző, ahhoz nem kell. Az kurva egyszerű, azt mindenki tudja. Érted? És minden erre megy ki, hogy leegyszerűsíteni mindent a végletekig, mert hogy tömegfelhasználásra szálljuk, és a tömegnek akkor jól megvehető, hogyha egyszerű, ha nem kell vele agyalni. A pásztorkutyának az erényeihez agyalni kell, utána kell járni, meg kell hallgatni egy ilyen összetett, vagy ilyen nehezen követhető magyarázatot, mint az enyém. Tehát nem jön könnyen, nem jön úgy, hogy ránézek, és egyből ott van, és látom. És ez már munkás, és legtöbb ember nem akarja ezt a munkát. Az ember nem szokta, hogy a sikertelenséggel, a félelmeivel összetalálkozzon, és úgy gondolja, hogy ha kényelmes, instant dolgokat kap, akkor a legkisebb az esélye, hogy ő elbukjon nyilvánosan, és megszégyenüljön, pedig ez egyáltalán nem így lenne, csak hát, igen.
Igen, ezt nagyon jó, hogy elviszed ebbe az irányba, én nem mennék ebbe az irányba, hogy itt tényleg egy ilyen belső bizonytalanságok vezérlik ezeket a dolgokat az emberi pszichébe, és ezt nagyon jól kihasználja ez a típusú marketing. Nagyon jól ismeri az embert, ez a típusú marketing nagyon jól tudja, mivel küzd a legtöbb ember, és erre is utazik, és ez is egy szövedék, ez a, ahogy a pászolók, hogy egy bonyolult szövedék, ez a marketing is egy bonyolult szövedék. Csak aztán az eredmény az aztán leegyszerűsíti végül is az egész. Mint ahogy egy mobiltelefon is nagyon bonyolult, meg egy számítógép is, de azért már a gyerekek is, meg szinte bárki tud használni egy mobiltelefon. Tehát van egy nagyon, nagyon komoly komplexitás egy működésben, de úgy van kialakítva, hogy legyen egy nagyon egyszerű felülete. És így tud működni, tud az egész, ha fel tud használódni. A pászolók utánál az a baj, hogy van ez a komplexitás, ugyanúgy, de nem lehet adni egy ilyen könnyen kezelhető működési felületet neki. Tehát nem elég tudni 3-4 gombnak a funkcióját nála. Tehát ez kell tehetség, kell hozzá empátia. Tehát egy igazi jó pásztorkutyához az ember is, hogy föl kell nőjön. És innentől kezdve veszett ügy. Igen ám, csak ugye az ember meg áhítja a sikert is valahol. És a sikerhez vezető út pedig pont itt van, amit mondasz. Tehát ezt be kell vállalni, sajnos. Sajnos, hát nagyon jó, hogy be kell vállalni, és ahogyha valahol a pásztorkutyákat talán újra tudjuk rossz szóval élve használni ebben a korban, akkor pont itt van, hogy a saját potenciálunkat vissza tudjuk szerezni, mert sajnos kényelemből, valljuk be hősiesen, nem a kutyák kezdték hamarabb elveszteni a potenciáljukat, hanem mi magunk. A kutyáknál megjelenő potenciálvesztés talán csak egy következmény, nem tudom, hogy látod. Abszolút így látom. Tehát a most van azt mondom, egy Lorenzről írott Festecsics írt egy könyvet Lorenzről, a mesteréről, és valami ilyesmi az elejében, hogy Lorenznek az apja, hadd mondjam ezt el, nyilván ezt a történetet, Lorenznek az apja világhírű ortopéd orvos, és Amerikába járt műteni, rengeteg pénzt keresett, gyönyörű családjázat épített Lorenz, és végül is aztán ott élt el az életét, és hát persze sokat várt el a fiától. És Lorenz meg vaddudakat figyelgetett napszámban, és akkor az apja a feljegyzéseiben, az emlékirataiban leírja, hogy hát ez neki nem tetszett, és mondta Lorenznek, hogy de hát ez szörnyű, hogy te ilyesmikkel, most ez csak az én szavaim, hogy te ilyen jelentéktelen dolgokkal foglalkozol, miközben sokkal jelentősebb dolgokkal is foglalkozhatnál. És Lorenz kikérte magának, hogy ez nem jelentéktelen dolog. Tehát ez hogy az akkor legalább foglalkozzon emberpszichológiával. Azt mondja Lorenz, hogy egyetlen pszichológia van. Nincs ember, meg állat, meg nincs lúd, meg kutya, egyetlen pszichológia van, és ő azt a lúdnál tanulmányozza, mert jól lehet tanulmányozni. És az apja azt írta aztán, hogy hát szeret, valami ilyesmit írt az apja, hogy hát szeretném, hogyha tévednék. Tehát hogyha rosszul látná azt, hogy Lorenz félrecsúszott ezzel a dologgal. Aztán utána ugye tudjuk, hogy Lorenz nem ő kapott Nobel-díjat, hanem Lorenz kapott Nobel-díjat, és a Lorenz életmű, az nagyságrendekkel fajsosabb lett, mint az ő életműve. Tehát csak ezt azért mondom el, hogy Lorenz ludakat figyelt meg, és madarakat, és a viselkedésüket, és végül odajutott, hogy filozófusok, meg szociológusok, meg pszichológusok jártak hozzá konzultációra, hogy meséljen nekik az emberről. Mert hogy valamit egy egyszerű modellben megértett, amit az emberi bonyolult modellnél ők nem tudtak megérteni. És meg akarták keresni, hogy lehet ezt a megértést átkapcsolni egy bonyolultabb rendszerre az ember is, és elég ügyesen is meg tudták ezt csinálni, és Lorenz maga is nagyon szép átkötéseket csinál. Visszatérve a kutyákra, a pásztorkutya, engem már rég elejtettem volna minden szeretetem ellenére őket, mert annyira nem éri meg annyira önsorsontó dolog pásztorkutyával foglalkozni, meg annyira nem biznisz, úgy, ahogy én csinálom, hogy ez borzasztó megterelő volt nekem, és én abba is hagytam volna, azért maradtam meg mellette, pont ezért, amire a Lorenz aludjai mellett, mert egy adott pillanatban rájöttem, hogy az emberiség problémái lecsapódnak a pásztorkutyában, és mint egyszerűbb modellbe tetten lehet jobban érni, jobban meg lehet ragadni, jobban meg lehet ebben az egyszerűsített modellben, a pásztorkutya önmagában szerintem a kutyák között a legbonyolultabb szerkezet, de az emberhez képest mégiscsak egy sokkal egyszerűbb szerkezet. És ha ezt az egyszerűbb embernél egyszerűbb szerkezetet, ha megérted, akkor sok minden megérted az emberben, amit nem értettél meg azért, mert ott már túl bonyolult. Nem tudom, hogyha így követhető. És ezt szeretem a pásztorkutyákban, hogy bár én mindig is szerettem a kutyát, és teljesen gyerekkorom kis, egész kiskorom óta kutyabolond vagyok, és kutyázok, de,
De ott abba hagytam volna, mert annyira önsorsont ez a dolog, és olyan nehéz ezt így vinni, meg viselni, szinte önnék kereszt. De nem adtam föl, mert úgy éreztem, hogy rengeteget tanulok az emberről magáról, ami egy kényes dolog, amit nem nagyon szabad megosztani másokkal, meg publikussá tenni, de azért ez az információ, meg ez a tudás nagyon izgatott engem, és a pásztorkutyák egy ilyen egyszerűsített modellje az embernek, és teljesen egyetértek veled abban, hogy a pásztorkutyákban, ami történik, leromlás, vagy folyamatok, most mondjuk így legyünk nagyon politikai korrektek, tehát amilyen folyamatok zajlanak a pásztorkutyában, az zajlik az emberben is, aki a pásztorkutyát tartja, illetve tenyészti, szaporítja, vagy degenerálja. Úgyhogy ebben egyetértek, csak másik téma. Van esetleg kérdése Csabának és Gábornak? Vagy hozzáfűzni való akár az elhangzottakhoz? Köszönöm. Én voltam ugye a harmadik kérdés föltevője, és inkább arra próbáltam a kérdésemmel rávilágítani, hogy kulturálisan, életmódban mind okolja azt, hogy a pásztorkutyákra ilyen figyelem kezd irányulni. Tehát van ennek valamiféle háttere, ami ezt mozgatja. Hát azt elmondtam már a korábban is, hogy most az állami felelősségvállalás mint háttér felfogható egyféle háttérnek, hogy az állami szinten akarják ezt támogatni. Az, hogy az állam hogy jutott el erre az álláspontra, hogy támogassa, hogy ezt akarja, hogy ez erőforrásokat különítsen el, azt nem tudom igazából, de valószínűleg, hogy a magyar fajtáknak a rossz helyzete indított rá embereket arra, hogy nyomást gyakoroljanak, vagy legalábbis információ árasszák el az államnak azokat a megbízott embereit, vagy szerveit, akik elvileg ezért felelősek lennének, hogy valamit most már tenni kell. Tehát ezt nem tudom, de ezt a hátteret úgy érzem, hogy van egy ilyen háttér, az kérdés, hogy aztán ebből mi lesz a gyakorlatban, mert most egyre rossz irányban vannak a folyamatok elindulva, de talán egyszer helyre zökken, és megtalálja maga a rendes útját. Tehát ezt a háttért már mondtam, ezt érzékelem. Az is egy háttér, hogy a magyar fajtákban teljesen tisztán látszik, hogy maradnak el a külföldi úgynevezett pásztorkutya fajtáktól, egyre jobban visszaszorulnak. Ez is egy ilyen pánikreakciót szül, egy ilyen menekítő reflexet ébreszt föl. A másik, amit esetleg kihagytam, az az, hogy az emberekben is van egy igény. Tehát azt lehet mondani, hogy divatban vannak, ha esetleg erre gondoltál, divatban vannak a pásztorkutyák, vagy a kvázi pásztorkutyák, vagy a pásztorkutyának nevezett kutyák. Tehát ez a dolog valahogy ebben a zavarosságában is, meg ebben a kamuságában is divatban van. Tehát mintha az embereknek egy igénye támadna valami archaikus kutyára, mert azok a kutyák, amik 150 éve lettek kitalálva és tenyészgetve, egy ilyen nagyon szűk genetikai korlátok között, azokkal tényleg még nagyobb a baj. Szerintem mind a pásztor vannak kiképző ismerőseim, jó kiképző ismerőseim, akik kutyaiskolákat vezetnek, kutyaiskolákat Magyarországon, és hát rémtörténetek vannak arról, hogy mivé degenerálódnak bizonyos kutyák. Tehát az emberekben ébredhet egy ilyen, el tudok képzelni, egy a rusztikum, a természetesség iránti igény, főleg, hogy egyre jobban nélkülözik ezt. Ugye a nagyvárosokban egyre mesterkéltebb az élet, egyre inkább minden tevődik át a virtuális térbe, és valószínűleg van egy ellenreakció erre, hogy szeretnénk valamit, ami még rusztikus, ami még valóságos, ami még reális, tényleg eleven nem csak annak tűnik. Ezt is el tudom képzelni. A másik, amit én mindig is tolok, és mindig is mondtam, hogy a pásztorkutya ez egy remek társ. Tehát aki, én például ismerek olyan embereket, akiknek egyszer 20-25 éve korombeli emberek 40-es évekbe járnak, és 20 éves korukban volt egy jó pásztorkutyájuk. És akkor egy ideig nem lehetett kutyájuk, mert a városba költöztek, vagy munka miatt, de aztán most már úgy konszolidálódott az anyagi helyzetük, esetleg kiköltöztek a városból, most akkor úgy szeretnének egy kutyát. És akkor rémtörténeteket mesélnek, hogy ahhoz képest, amilyen fejükbe élt emlék, hogy milyen kutyájuk volt nekik mondjuk 20 évesen, vagy 20 évvel ezelőtt,
hogy már a negyedik kutyát fogyasztják, negyedik kutyát veszik tenyésztőktől, különbözőktől, és egyszerűen le kell passzolni őket növendékként, vagy mire fölnő, mert egyszerűen ahhoz képest, amit ő elvár az előző kutyájától, ahhoz képest ezek nincsenek sehol. És akkor egyszerűen föladja. Föladja, mondjuk annyira még ő is hatáson lett a csoport nyomásnak, hogy hát keveréket azért nem akar tartani, mert annak nincsen semmilyen státusza, azt meg se lehet nevezni egy kutyasétáltatás alkalmából, hogyha rákérdeznek, tehát hogy keveréket nem akar, meg hát most hova nyúljon egy nem mehet menhelyre, hogy keveréket, tehát nyilván abban nem lesz egy menhelyi keverék, ami véletlenül képződik, az nem fog az ő régi 20 évezeti jó sikerült pásztorkutyájával egy szinten mozogni. Tehát egyszerűen nem, nincs kutyája azért, mert nem talál olyat, amit el tudna viselni maga mellett, ahhoz képest, amilyen volt neki. Tehát van egy ilyen nosztalgia is, és van, aki el tudok képzelni olyan embert is, aki még nincs ennyire előrehaladott állapotban, tehát még nem jutott el a lemondásig, nem jutott el odáig, hogy hát nekem itt már nincs esélyem olyasmit találni, és most pont benne van abban, hogy ő is képezi ezt a trendet. Ő is egyik alanya annak a keresletnek, illetve az egyik tényező annak a keresletnek, ami ma fölhajtotta a pásztorkutyának nevezett kutyák iránti keresletet. Tehát ő is hozzájárul ehhez. Mert most veszi mondjuk az első kutyáját, vagy a másodikat, és még hisz benne, hogy ez majd olyan lesz, mint amilyen neki volt. Tehát ilyen, van egy ilyen kategória is a piacon belül, akinek egyszer volt kutyája, és akkor egy olyasmit, és vagy kiábrándult már, hogy megtalálja, vagy még nem ábrándult ki, még keresgél, és akkor ő is megjelenik a piacon, mi vásárló erő, és akkor ennek ez érezhető, hogy hoppá, van egy érdeklődés, és most milyen időszerű a pásztorkutya. Mert az igazi jó pásztorkutya, hogy visszatérjek erre, nagyon jó társ. Tehát, hogyha nekem például vannak fajta tiszta kutyáim, időnként behozok egyet, hogy lássam, hát ha beválna, mert ha beválna, én is jobban el tudnám adni a kölykeit, jobban keresnék sokkal, mint a keverékekkel, de mindig csalódás, és tudom, pontosan érzem azt, hogy akinek egyszer volt egy jó kutyája, utána már nem éri be akármivel, és akkor próbálkozik, ameddig ki tudja, nem tudom, kinek mennyi, mekkora küszöbérték, hogy hányat próbál. De ezek a próbálkozó emberek tudnak csinálni egy keresletet. Az, aki meg viszont nem volt ilyen kutyája, az viszont mégiscsak, hogy mondjam, tehát benne van a levegőben pont azok, aki ezelőtt 20 évvel volt nekik olyan kutyájuk, azok általában kutyás emberek, általában fórumokon megjelennek, beszélgetések vannak, tehát van ennek egy ilyen mediatizált formája a levegőben, hogy ezek jó kutyák, hogy a pásztorkutya ez egy klassz dolog. És azok, akik még nem volt, akkor azt mondják, kell nekünk akkor egy ilyen. De ők egy ilyen 20-30 éves történetből, mert az az érdekes, hogy ezek a dolgok nagyon lassan bomlanak ki. Nem is tudom, hogy mondjam el ezt gyorsan. Tehát szerintem most van egy olyan, amikor csillagokban ugye valami történik, és akkor a fénye, mondjuk több fényévnyire van tőlünk, és amire elér ide a fénye, addig már ott más van, de mi akkor azt látjuk, azt az állapotot, ami ezelőtt évekkel volt. Tehát a kutyázásban is van egy ilyen fáziskésés, hogy azok a kutyák, amik megcsinálták például a Közép-Ázsiának a hírnevét ezelőtt 20 évvel, mert akkor indult a Közép-Ázsiának például a karrierje Magyarországon nagyjából, azok a kutyák megcsinálták a hírnevét, ma ért el ez a laikusokig egészen mélyen, de már nincsenek olyan kutyák, mint azok, amik 20 évvel ezelőtt megcsinálták a hírnevét. És elképzelhető egy ilyen, hogy most van egy ilyen trendje, van egy ilyen divatja, de egy 20 évvel ezelőtti állomány keltette ezt a hullámot, csak most ért ide. Most ért el a laikusokig, és most lett ilyen széleskörű. De igazából azok a kutyák már nincsenek meg. És azoknak már csak egy lerontott verziói vannak, és akkor azokkal vagy beéri a vásárló, vagy nem éri be. Vagy tudja, hogy milyen volt neki korábban, és az jó volt, és ez ahhoz képest nem ér semmit, vagy gyenge. Vagy nem tudja, és akkor aztán biztos ilyenek. Tehát ez nagyon bonyolult. Nem tudom, hogyha tudtam most ezúttal jól válaszolni a kérdésre. Igyekszem megfogni a kérdés lényegét, de nem biztos, hogy sikerül. További pontosítást elfogadok, és akkor úgy is próbálok válaszolni rá. És igen, amíg azt hadd mondjam el, hogy ha aki megtapasztal egy jó pásztorkutyát maga mellett családban, az egy nagyon nagy érték. És ennek szerintem, ennek is van egy kisugárzása, tehát biztos vagyok benne, még most is vannak nagyon jó sikerült kutyák téltúl a világban, Magyarországon. És meg vagyok győző, hogy ezek az emberek, akiknek ilyen kutyájuk van, azoknak van egy ilyen aurájuk abban az értelemben, hogy a környezetükben úgy elterjesztik azt, hogy ez egy jó dolog, hogy ez működik, ez a kutya nem csak eszköz, ez szövetségessé válik, ez baráttá válik,
És ez egy olyan minőség, olyan ember-kutya kapcsolati minőség, amit szerintem az emberek szeretnének megélni. És akkor ez is tudja gerjeszteni ezt a dolgot, hogy akkor nekem is legyen egy ilyen kutya. Csak borzasztó nehéz megtalálni azt a kutyát, amelyik aztán ezt kiérdemli, illetve ezt tudja viszonozni, illetve ez össze tud állni egy ilyen nagyon-nagyon jó kapcsolattal ember és kutya között. Főleg ott, ahol nincs semmilyen összehasonlítási alap. Tehát ott van valakinek első kutyája, azt hiszi, hogy ez a kutya, ezzel jár. A kutyának természetesen összerágja a cipőket, el kell tőle dugni. Valaki olyan mondaná, hogy nem, egyáltalán nem. A jó pásztor kutya nem fogja összerágni a cipőidet. Vagy nem fogja összerágni a kertislagot. Jaj, tényleg nem? Ez nem kutyás tulajdonság, hogy összerágják a cipőt vagy a kertislagot? Nem. De, hogy nem. Mert azért rágja össze, mert frusztrált. A kutya már nem bírja a frusztrációt, mert gyenge az idegrendszer. Ha veszel egy jó kutyát, nem fog összerágni, meg fogsz lepődni. De ő ezt nem tudja. És ebből él egyébként az egész kutyakiképző. Azt merem mondani, ma ismerem most már kutyakiképző oldalt is elég jól, meg a hátorvosi oldalt is, hogy ma a kutyakiképzők, meg az általosoknak a bevételük nagy részét ilyen rosszul sikerült kutyákból realizálják. Tehát ez azért is félelmetes az egész rendszer, mert nagyon komoly pénzek mozdulnak meg az általosok fele, az általosoknak a társasága fele, meg a kiképzés fele. És a beltenyésztés, a beltenyésztési leromlás, egyáltalán a kutya degenerálódása oda vezet, hogy minden vacakságért futni kell állatorvoshoz, ami nagyon jó pénz az orvosnak, és mindenféle viselkedés problémával meg kell futni a kiképzőhöz, és ami nagyon jó pénz a kiképzőnek. És akkor mindenki, az általános azt mondja, vegyél fajta tiszta kutyát, mert neki az a biznisz, a kiképző is azt mondja, vegyél fajta tiszta kutyát, mert neki az a biznisz. Tehát egy jól sikerült keverékkel állítom, hogy töredéket kell menni állatorvoshoz, mint egy évtizedek óta beltenyésztett fajta tiszta kutyával. Mert egyszerűen a heterózis hatás megteszi a magáit, ez teljesen egyszer és világos, ha meg lehet nézni. Ugyanúgy, pontosan nagyon érdekes, például mondok egy példát, hogy tudok olyan kovaszról és újfulandiról, hogy önmagukban mind a kettő teljesen alkalmatlan pásztor kutyának. És mind a kettő viselkedés hibás. És véletlenül összepárosodtak, és lettek kölykeik. És mit csinálnak a kölykökkel? El nem akarták dobálni, adották egy pásztornak. És a kölykökből az egyik nagyon jó pásztor kutya lett. És lehet, hogy még több is az lett volna, hogyha mit tudom, mi nem pusztulnak el az egyik ebbe, a másik abba. Tehát meg vagyok győzve arról is, hogy ezek a nagyon beltenyésztett vonalakat, hogyha egy összehozzuk egy újfront, egy kovasszal, ami önmagukban nem válnak be, a heterózis hatás helyre zökkenti a kutyát. Tehát hiába, hogy mind a két szülője esetleg el van egy kicsit csúszva, és sok mindenről alkalmatlan, de mivel két távoli genetika kerül össze, ezért a kutya úgy fiziológiásan, egészségileg is jobb lesz, mint mentálisan is. És meg tud felelni adott esetben egy bonyolult munkafolyamatnak. Halló? Itt vagyok. Oké. Én akkor gondolatszünet van, nem. Igen, én nagyon nagy érdeklődéssel hallom, amit mondasz, de nyilván, ha valakibe fölmerült volna, hogy az a kutya, amelyik megrágja a slagot, akkor minden bizonnyal egy rossz pásztorkutya, lehet, hogy nem egy picit talán sarkos megállapítás, mert a fejében összefuthatott volna akár bárkinek ez az elképzelés, de mindenképpen akkor az intőjel legyen, hogy a frusztrációit a kutyának valamilyen módon kezelni, javítani, karbantartani kellene, pozitív irányba mozdítani. Igen. Igaz? Ezt így értsük. Igen, úgy is próbálok erre válaszolni, hogy az előző kérdés is egy kicsit válaszolni, hogyha például azért jó a pásztorkutyák, hogyha tegyük fel, van egy jó pásztorkutya falkám, ott csak az a kölyök tud megmaradni, amelyik nem fejt ki ilyen fölösleges tevékenységet. Ugyanis a pásztorkutya falka az egy nagyon szép dolog, és nagyon tanulságos, nagyon izgalmas, de állandóan tele van feszültséggel. Mindig mondom, hogy az nem a boldogság szigete a pásztor kutya falka, ott komoly harcok vannak, előfordul egyik rámennek valamelyik társukra, és megölik. Tehát ez megint egy másik történet, csak azért mondom ilyen élesen, hogy legyen meg a spektrumnak a másik véglete is. Tehát valamikor nagyon szépen van olyan felvételem is, hogy nagyon szépen játszanak egymással a felnőtt pásztor kutya falka tagok. Laci, egy picit hangosabban légy szíves. Tehát van olyan felvételem, ahol nagyon szépen látszik, hogy szépen játszanak együtt a felnőtt pásztorkutya falkatagok, és az a happy rész, az egyik véglet a spektrumnak. Olyan felvételem nincsen, de létezik nem egy eset, ahol megölik, tehát valamelyik kettő összeverekszik, bekapcsolódik a többi, és akkor az egyiket megölik a társai. Tehát ez a másik véglet. És hogy ebben a spektrumban elképzeljük a pásztorkutya mindennapjait, akkor
akkor el tudjuk képzelni, hogy itt nagy feszültség van, rendszeresen nagy feszültséget kell, a kölykök, a növendékek megéljenek. És aki ezt a feszültséget nem bírja, az ki fog bukni. Tehát vannak olyan kutyák, hogy teljesen magukba fordulnak, megbetegednek, amiatt, hogy az a stressz, ami együtt jár ezzel az állandó együttléttel, és ezzel a sok küzdelemmel, egyszerűen tönkrevágja a kutyát. És az pszichoszomatikus jelenségként megjelenik a betegség, és az el is viszi, mert sokat nem törődnek vele, hogy ápolgassák. Tehát egy így szelektálódott évtizedeken vagy évszázadokon át szelektálódott kutyákban az egyik alaptulajdonság, hogy nagyon terhelhető az idegrendszer. Nem pokróc kutyák, nem durvák, mert kell a finomság is ahhoz, hogy így tudjanak élni, kell az empátia is, de ugyanakkor nagyon terhelhető az idegrendszer. Most egy jó terhelhető kutya nem fog mindentől frusztrációs levezető tevékenységet folytatni, ami például a fölösleges cipőknek vagy a slagnak a megrágása. Ha kap elég csontot, akkor azokat ő szépen megrágja, megeszi, ő kiírja azt az ösztönt, ami kell neki, ahogy rágjon. Amikor így rág, akkor azt jelenti, hogy nem tudja, valamilyen frusztráció éri, valamilyen nyomás van az idegrendszerén, és le kell vezesse valamilyen tevékenységbe. Ez nem jó, ez nem pásztorkutyást. Nem feltétlenül azért, mert most akkor ott nincs slag a nyáj mellett, és akkor ott nem tudná szétrágni, hanem azért, hogy elárulja magát a kutya ezzel. Elárulja azt, hogy ő ezt nem bírja olyan jól, mint az a kutya, amelyik ugyanazt a nyomást elszenvedni, de nem kell levezesse egy cselekvésbe. És az a jó kutya, mert abból tudjuk, na, ennek nagyon erős az idegrendszer. És ez a pásztorkutyaságnál nagyon fontos, erős egy idegrendszer, ha nem, az kiesik. Na most egy ilyen kutya bekerül, vagy ilyen kutyát kölyökként egy családnál nevelnek föl, akkor ott csak annyi látszik, hogy nem rág, nem csinál kárt semmiben, nem ugat fölöslegesen, nem kapar. Tehát egy csomó olyan tevékenység nem csinál, ami igazából gondosztán. De a legtöbb ember azt hiszi, hogy ez együtt jár a kutyával. Mert az, hogy elindítjuk az autónkat, akkor együtt jár azzal, hogy valamennyi zajcsap, valamennyi kipufogó gázt bocsájt ki. Ugyanazt hiszik, hogy hát ha van egy kutyám, akkor nyilván az meg fog rágni pár dolgot. Nem, vannak olyan kutyák, amik ezt nem teszik, és nem azért, mert nem akarnak a gazdának kárt csinálni, hanem egyszerűen azért, mert azok a frusztrációk, azok a stresszek, azok a lelki nyomások, amik egy családban is akár egy kutyát érnek, az őket annyira nem billenti ki az egyensúlyukból, hogy azt ők le kéne valahol vezessék. És egy csomó ilyen van. Tehát az, hogy egy pásztorkutya rusztikus körülmények között él, az azért is jó, mert hogyha beviszed egy családba, nem kell állandóan átorvoshoz járni vele, mert gyakorlatilag veszettség ellen beoltják, és annyi. És nem kell átorvos, és nem kell elmenni azért a kiképzőhöz, hogy valamit csinálj vele, mert ha bent hagyom az autóba, akkor szétbontja az autóüléseket. Normális pásztorkutyát behagysz az autóba, hogy megvan az a szokva, eszébe nem jut, hogy a tromboljon. Akárhány olyan kutya van, behagyják az autóba, akkor elkezd szétbontani valamit, mert egyszer nem bírja, hogy egyedül van. Tehát van ez a szeparációs stressz. Nem bírja a szeparációs stressz. Ő elkezd rombolni. Jó, pásztorkutyának is megvan a szeparációs stressz, mert ő is szeret veled lógni, de ha nem teheti meg, akkor nem kezd el rombolni, mert jól bírja ezt a stresszt. És ezt lehetne sorolni. Csomó ilyen dolog van, ami ha egy család kifog egy ilyen kutyát, az baromi jó működik, és nagyon sok pénzt takarít meg, nagyon sok időt, nagyon sok idegeskedést takarít meg, és ezért nagyon tudom ajánlani családoknak ezeket a kutyákat. Az ilyen kutyák nem bántják a gyereket, mert kint nem bántatják a báránykát, aki esetleg arra boklászik, ahol ő pont eszik, nem bántatja. Oda csap neki, oda üt neki, de nem harapja meg, és nem tesz kárt benne. Ugyanígy a gyerekben sem tesz kárt. Ugyanígy az egész dominancia kérdés, hogy ez is nagyon hosszúra vezet, de azok a kőkemény kutyák, amik például őrzővédőkbe őrkutyaként működnek, hogy csak a gazdát, a férfit képes elfogadni, falka vezének, aki kölyökkorában jól megverte pászolt, az nem jó családban, ugye, mert a nagymama, meg az anyuka, vagy a gyerek nem fogja őt megverni azért, hogy őt elfogadja. De a jó pásztorkutya úgy is el tud fogadni családtagokat, hogy őt nem kell ledominálják. Ő érzi, hogy ez a családhoz tartoznak, valószínűleg nem fog nekik szót fogadni, de nem fogja őket bántani. Tehát ez is egy olyan pásztorkutyás dolog, ami nem az életvitele, hogy a családban jól passzoljon a kutya, hanem azért, hogy ne bántsa a bárányokat, ne bántsa a kis állatokat. De ha behozod, akkor ezt nagyon jól tud használni egy családba, ezt a tulajdonságot. És így lehetne mondom sorolni, hogy miért jobb egy pásztorkutya, egy igazi, mindig vegyük azt, hogy igazi, mert ma rengeteg a hamisítvány a piacon, de egy igazi pásztorkutya nagyon sokkal könnyebb a családi kutyával nevelni, szocializálni, mint a legtöbb, nem, főleg ezek az őrkutyák, meg a bunyós vonalakból származó kutyák, ezeket sokkal nehezebb, sokkal problematikusabb. Tehát megéri ilyen kutyához nyúlni, mert sokkal kevesebb a gond vele, sőt,
sokszor nem is, nincs is gond, a másikkal meg örökké gond van. Be kell vezetni állandó korlátozásokat, hogy egyáltalán tudjon működni a családban. Pásztorkutyának ez nem kell. Pásztorkutyának a hátránya, ezt is mindig elmondom, mert az is van, az, hogy a pásztorkutya óvatos kutya, óvatosnak kell lennie, és ezért, hogyha például a városban, vagy város szélén, vagy szuburb környezetben van, akkor ki kell hordani fiatal rendszeresen, hetente, hogy szokja meg a tömeget, szokja meg a város életet, hogy ne féljen aztán a villamostól, a buszoktól, az autóktól, tehát ha ezt kiskorában nem hordják ki, akkor nagykorában ezektől fog félni, mert akkor neki újak lesznek. De ha kiskorában ezekkel szocializálódik, akkor nem fog tőlük félni. És ez a plusz megvan. Tehát egy fiatal pásztor, hogyha bekerül városba, bekerül falura, azzal rendszeresen ki kell menni, nem kiképzőre kell, kiképzőpályára kell menni egyévesen vele, hogy a magatartás zavarait kezeljék, hanem egyszer meg kell szoktatni, ki kell járni vele abba az élettérbe, ahol esetleg majd még ki fogják inni. És akkor van ideje fiatal korában ezeket megszokni, akkor nem lesz semmi gond vele. A legtöbb probléma az, hogy az embereknek nincs idejük erre, mert az idő a legdrágább, nem a kutyatápa már a legdrágább, és nem az állatorvos, hanem az idő, a kutyával eltöltött idő a legdrágább, nincs erre idő, kiskorába hagyják, hogy nőjön mind a fű az udvaron, nem viszik ki, és amikor kiveszi 6-7 hónaposan, akkor összeomlik a gazda, hogy a kutyája fél bizonyos dolgoktól. Ez teljesen természetes, egy pásztorkutya nem fél az idegen dolgoktól, akkor meg fog halni, mert az első idegen dolog, amit esetleg lát, az egy medve. És attól ő kell féljen, ő kell tudja, hogy hoppá, ez nem is nem megyek hozzá, egyszer megnézem, a többiek mit csinálnak, majd én is egy kicsit közelebb megyek, és szépen fokozatosan. És amikor eljutok oda, hogy majd meg is harapom, és küzdök vele. De ez meg kell legyen neki a lehetőség, hogy ezt megszokja, megtanulja a fiatal korában. Ha ez nincs meg, akkor ezt nem tudja. És ezért nem ajánlom mégse városba a pásztorkutyát, mert tudom azt, hogy az emberek legtöbbének nincs ideje arra, hogy a kutyát rendszeresen hetente, még erre sincs, hogy hetente kivigye abba a közegbe, ahol majd ki fogja egyszer vinni. Nagyvárosba be, tömeg közé, sok ember közé, zajos közlekedési eszközök közé, arra fölültetni, leszedni róla. Tehát ezeket meg kell vele neki szoktatni, és ez munka, ez idő. De bőven megtérjem, utána 10 évig van egy szuper kutya, vagy 15 évig, vagy bármilyen idő intervallumra. De tudom, hogy nincs az embereknek ideje. Egyszerűen őrületes módon nincs idejük az embereknek ilyesmire ma már. Köszönöm szépen. Gábor, van-e még valami hozzáfűzni valód esetleg, és akkor ez lesz az utolsó, hogyha van. Hallottok? Nem. Igen, én hallom. Tehát az lenne a kérdésem, ugye beszéltünk itt, vagyis hogy beszéltél itt a fejről, mint föltettem ezt a fejformát. Én itt a fejnél arra gondoltam, hogy a pofarész, hogy látni azt, hogy mondjuk közép-ázsiainál rövidebb a pofarész, kuvasznál hosszabb a pofarész, vagy esetleg kaukázusinál szintén rövidebb. Én itt gondoltam, vagy erre gondoltam, hogy te melyiket helyeznéd előtérbe, vagy melyiket látnád jobbnak. Meg is mondom, hogy végül is miért nekem van egy olyan elképzelésem, hogy a hosszabb pofarésszel a farkasok, illetve a vadak elleni harcba a kutya jobban tud érvényesülni. És ezt szeretném megkérdezni, hogy ezt alábírod-e támasztani, vagy cáfolod, mivel itt ugye nálunk nincs lehetőség arra, hogy ezt megvizsgáljuk nagy ragadozó hiányába. Hogy nálatok ez erre van-e valami megfigyelésed, vagy tettél-e ilyen irányba megfigyelést, hogy a hosszabb orrú, hosszabb pofarészű kutya győzedelmeskedik jobban a vaddal. Igen. Pofarész, így nem használjuk, de hogy az arcori rész, annak az aránya az agykoponyai résszel, ugye ez is egy állandó kérdés, főleg ott, ahol standard van, meg ott, ahol megadnak pontos arányokat, hogy ez melyik az igazi fajta tiszta kutya, és melyik a nem annyira igazi, meg melyik a típusos, meg melyik a nem típusos. Én azt látom, hogy ilyen szempontból a farkasból indulok ki, hogy az arcori résznek jó, ha hosszú, egyrészt arról azért is, mert ez sem föltétlenül így van, de általában statisztikailag szerintem korrelál, hogy a hosszabb arcori részben jobb az orr, tehát a jobb a szimata a kutyának, mint a rövidebben. Ugye nagyobb a felület, nagyobb az a hámfület, ahol ezek a receptorok vannak, és a pásztorkutyánál baromi fontos a jó szaglás. Ez megint egy olyan dolog, amit az emberek nem is nagyon gondolnak, hogy miért kell jó szaglása. Én baromi fontos, hogy egy pásztorkutyának jó szaglása legyen, és nagyon markáns különbségek vannak, még nálam a falkán belül is a szaglásnak a minőségén, tehát az érzékenységén. És ez részben függ a hossztól is, tehát gondolom, hogy egy hosszabb arcú részű kutyának hosszabbak azok a járatai, tehát nagyobb az érzékenység. De nem föltétlenül persze ugyanolyan hosszú, és egy másiknak a arcú része, de
de nem jobb a szaglása. Tehát mondom, ez egy több tényezős dolog, de szerintem az fontos. A hosszú arcúri rész még azért is fontos, mert ez megint nem lehet szétválasztani az állkapocs méretet. Ugye a harapás problémák azok mindig abból adódnak, hogy nincs arányban, vagy nincs a megfelelő arányban az arcúri rész az állcsonttal, az állkapocson. Hogyha az állkapocs nagyobb, mint az arcúri rész, vagy viszonylag nagyobb, akkor van az előre, a buldog típusú előreharapás. Ha az állkapocs kisebb az arcúri részhez képest, akkor meg van a hátraharapás, ugye, ami szintén hiba. Ha megint egy kicsit nagy, akkor van a tétreharapás. Tehát igazából, hogyha a kettőnek az aránya adja ki a harapásokat, a kettőnek a méretaránya. Most, hogyha van egy rövid arcúri részem, akkor sokkal gyakrabban fordul elő, hogy a buldog típusú előreharapás, mert rövid arcúri részem egyáltalán nem tudsz, hogy az állkapocs is rövidebb lesz, mert ezek ilyen mozaik-szeren öröklődő dolgok a genetika szerint, és nem feltétlenül egy hosszú arcúri rész kutyának, illetve egy rövid arcúri rész kutyának lehet hosszabb az állcsontja, és akkor csúnyán előreharap, mint a buldogok vagy a boxerek. Tehát szerintem is jó. Ilyen szempontból is jobb, hogy az arcúri rész hosszú. A másrészt, hogy hosszú legyen az arcúri rész, és akkor az társulhat egy hosszú álcsont is, az azért jó, mert helyet ad a nagy fogakra. És belül valakinek, vagy talán pont erre a kérdésre fogalmaztam el, hogy botrányos módon egyre kisebb a fogók a kutyáknak, a pászorkutyáknak. Miközben a pászorkutyák gyakorlatilag harci kutyák, és hát a fogaikkal harcolnak elsődlegesen, a harapásukkal. És ha kicsik a fogak, akkor az egy hátrány. Tehát kell a méretes fog. Most, ha méretes fogat akarok, az nem csak magasságot, nem csak azt jelent, hogy mennyi áll ki, amit mérhetek, hanem annak a gyökere is nagy kell legyen ahhoz, hogy innen törjön gyönjen ki. És ahhoz meg fontos, hogy nagy legyen az álcson, nagy legyen az arcú rész, hogy ezek elférjenek. Ezek a nagy fogak, nagy gyökerekkel, ezeknek legyen, ahol lenniük. Meg lehet nézni az agaraknak például, gyakran látok agarakban nagy fogakat, ahhoz képest, hogy milyen finom a fejük, de úgy van nagy fogok, hogy hosszú az arcúri részük. Tehát én is azt gondolom, hogy a hosszú arcúri rész fontos, hogy az hosszú legyen több okból is. A fogak miatt is, a szaglás miatt is, a harapásnak az aránya, tehát a harapás miessége miatt is, hogy olós, ha csak lehet olós legyen. Tehát fontos, hogy hosszú legyen. És az, hogy rövidítik, igazából nem rövidítik, csak az a baj, hogy teszik bele, például az Ázsiába teszik bele ezeket a bull típusú kutyákat, ami viszont rövid kell legyen, mert ott meg pont az előre alapása fontos. Rájtólag ott van egy ilyen, ezt én nem tudom, ezt csak hallomásból beszélek erről, hogy amikor kitartja a fogást egy kutya a bikán, vagy bármin, akkor jó, hogyha rövid az arcori része, rövidebb, mint az álcsontja, mert akkor az ortükre hátrább kerül, az orjuk a hátrább kerül, és akkor még ott kap levegőt. Tehát ott még tud beszívni levegőt, ugye, mert zártva van a szája, és akkor ott még majd hosszúan lenne az arcrész, akkor az orra bele süppedne abba a bundába, vagy abba a bőrbe, amit éppen fog, és akkor nem kapna levegőt. Ezt mondom, ezt csak így olvastam, mi magyarázat, hogy ezért jó, ha ezek a bikafogók, így nevezem őket, ezeket a nagyon nagyfejű, erős harapású kutyákat, ezért jó, ha ilyen buldog harapások, ilyen előre harapó. De a pásztorkutya, amivel nő, nem kell kitalálni, és lehet, hogy így van, nem tudom. De most vegyük úgy, hogy így van. A pásztorkutya nem kell kitartsa a harapást, tehát neki erre nincs szüksége. És viszont ilyen kutyákat tesznek bele Közép-Ázsiába, meg Kaukázusiba is, azért növeljék a fejméretet, növeljék az izomtömeget, egyáltalán növeljék a méretet, és akkor a genetikába ez ugye jön vissza. Lehet, hogy a F1-ben nem jön vissza, mert érvényesül ez a keverékhatás, de aztán a F2-ben az unokáknál, dédunokáknál ütnek vissza a bikafogó ősre. És akkor jelennek meg ilyen rövid arcorú kutyák. És akkor azokat meg már elfelejti kidobálni, mert mondjuk azt nem egy ilyen profi marketinges tenyésztő csinálja, hanem egy sufni tenyésztő, aki ő és se sincs az egész, és minden kutyát elad, és akkor majd jönnek vissza ezek, és majd elárulják, hogy mi zajlott ott, innen tudjuk mi is. De szerintem ez egy ilyen a tenyésztésnek, illetve a szaporításnak ez egy ilyen szörnyű hozadéka, ezek a rövid arcori rész, mert a keverés, ebből a típusú rossz keverésből van, mert a két pásztorkutyát, mondjuk egy jó kovaszt összerakok egy jó kaukázusival, és abból lesz jó kutya, az semmi gondom az még nekem pásztorkutya. De hogyha egy kovaszra mondjuk ráteszek egy Bernát hegyit, vagy ráteszek egy bullmastiffot, annak semmi értelme a keverésnek, mert az nem egy abból minimális eséllyel jön ki jó pásztorkutya. Tehát ebből a keverésekből jönnek szerintem ezek a rövid arcúri részek. Meg hát el is tud menni egyfajta, arra tenyésztenek, de hát minek arra tenyészteni, ha nem jó.
nem hiszem, hogy az ázsiások, nem hiszem, hogy valahol ez például szempont lenne pásztorkutya standardban, rövid legyen az arcövész. Tehát én úgy gondolom, hogy a standardek, meg a bírók is azért ezt így nem favorizálják így kifejezetten, hogy most rövid legyen az arcolrész. Azért lesznek rövid arcolrészű kutyák, mert valamikor fönnebb a nagyszülő, dédszülőnél ott bent van egy eltitkolt bukafogó kutya. Köszönöm szépen. Laci, nagyon szépen köszönöm, hogy ma rendelkezésünkre álltál. Ezzel most itt zárnám is ezt a fájlt, durván 50 perccel a megadott szintidő fölött, de azt hiszem talán senki sem bánta, hogy egy picikét belenyúltunk az éjszakába. Én itt egy zseblámpával segítettem ki a fényviszonyok enyhe elferdülését, de ahogy láttátok, néha egy-egy kuvasz azért csak beugrott a képbe, jobbról-balról. Nagyjából egy hónap múlva, másfél hónap múlva folytatjuk. Várnánk a kérdéseket, témafelvetéseket mindenkitől, aki úgy érzi, hogy volna mit kérdeznie, hozzátennie, és megbeszéljük, hogy hogyan haladjunk tovább akkor. Jó éjszakát, jó pihenést kívánok mindenkinek, és még egyszer köszönöm, Laci. Nagyon szívesen, nagyon jó. Megosztok, jó éjszakát. Jó éjszakát, sziasztok. Sziasztok. Szervusztok.